Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! 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 Próbálunk lelkesedni, mi? Á, jó ez. Lehet. Igen? Nem én mondtam, hogy jó ez. Jaj, lehet. Jaj. Én mindig lelkes vagyok, amíg le nem szállok a metróról, aztán köszönt a népliget. Köszöntenek a kis barátaim. Látod, ugyanolyan egy hét múlva de, is. Ezért jó, mert ez egy stabil biztos pont az életemben. És most parkoló lettünk, nem tudom, figyeltétek-e itt. Igen, most már buszok állnak. Szóval azt várom, amikor megérkezik majd a tömeg, aki föl akar szállni, és ők így azt érzik, hogy mielőtt felszállsz, könnyítened kell magadon, szemetet nem visszük föl a buszra. Érted? Ez a szokás ebbe az országban, hát hogyha mindenki ide teszi, tegyük le mi is ide. Jó. Én a biztonság kívül letolom a gatyámat is, gondolta valaki. És igen. És ott voltak a barátaid? Ott voltak? Persze. A kis fekvő barátaid? Pihentek? Ott pihentek. Most a másik oldalon volt egyébként egy srác. Hát nézd, ne hogy például kiszámítható volna, legyen neked ez, hogy hol fekszenek érted. Nem, ez jó, hogy egyébként most a másik oldalon feküdt valaki, és akkor ezzel nem is volt semmi gond. Hogyha egyébként állt volna, akkor azt mondtam volna, hogy egy futó ember, mert hogy egy futópozban fáradt meg tegnap este. Akkor lehet, hogy csak eltölt. És úgy maradt. Közben. És úgy maradt. Picit megfáradt tegnap este. Mm-hmm. De nem nyomták az ásványok, nem volt neki kényelme. Vagy átúszott a Balatonon, aztán elkidőd. Hogyha szétcsapnám magam ennyire, és lehetne választani, hogy kinne alszom a ligetben a fák alatt a füvön, vagy lent az aluljáróban. Én a felett helyet választanám. Hát éjszaka olyan egy égeső, vagy hol? Vihar, vagy bármi. Hát sose lehet tudni, érted. Vagy nem egy barátja. Hát igen. Na, mindegy is. Milyen volt a szabadság? Jó volt? Mindenki jó pihent? Volt. Igazából igen? Semmi extra nem volt. Sajnos volt a családban egy betegség, ami miatt nem nagyon tudtunk elmenni, nem tudtuk kire bízni a kutyit, de hát azért, hogyha az ember mondjuk addig alszik, amíg akar, meg addig tévézik, amíg akar, akkor olyan nagy baj nem lehet. Tegnap azért a biztonság kedvéért lementünk még Somogyvámosra, megnéztük a búcsút. A krisnásék minden évben tartanak ott egy szép kis háromnapos kis rendezvényt. Idén is jó volt, alig bírtuk elmonszolni magunkat az autóig visszafelé. Annyit zabáltunk. Atya úristen, igen, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen kulináris horror nekünk mindig, mert hogy lemegyünk, imádjuk ugye a kajáikat, ezeket a nagyon finom kis indiai kajákat, utána persze természetesen az eszméletlenségig, vagy az eszméletlenség feléig zabáljuk magunkat, úgyhogy jó volt, és akkor persze még találkozunk ismerősökkel, és akkor vigyétek még ebbe a kárcone pizza, kóstoljátok meg, finom. És hát meg is lett az eredmény. Tényleg nem akarok itt rögtön hétfő reggel egy veszekedéssel kezdeni. Na, ahhoz nem lenne de, hogy nem? Olyan fáradt, hogy hát azt akarom, hogy egy pihenés után nincs előbb veszekedni, meg örülök, olyan fáradt vagyok. Hogy ezt most mint nem kutyás kérdezi a kutyástól, hogy igen? Tényleg megéri az a dolog, hogy van egy kutyád, akinek elkezd menni, egy gyönyörű Deni, akinek elkezd menni a hasa. Igen. És akkor egy hétig te ülsz otthon, hogy nem lehet megoldani valahogy azt. Általában, amikor az ember egy kutyát vállal, és akkor ő szépen lassan családtaggá válik, akkor ezeket a dolgokat ugye nem kalkulálja feltétlenül bele, hanem csak a szépet, meg csak a jót, meg csak azokat a dolgokat, de hát ugye a felelősségteljes kutyatartással ez is együtt jár. Hát ez egy olyan dolog, mint amikor az embernek a gyermeke beteg lesz. Úgyhogy hogy sajnos ezeket nem várjuk, számítunk rá, nem örülünk neki annyira, de hát ez van. Aha. Vannak már ilyen kutyahotelek, meg ilyen kutyapanziók. Egészen jól mennek. Jól élnek belőle emberek. Igen, van. Hogy te rögtön ezt az oldalát írt. Nem, de igaza van egyébként. Sok helyen hallom, hogy berakják, és ott tök jó, a kutyának el van, szeretik, jár, megjár, és azt kérsz, amit akarsz. Hát vannak különböző csomagok. Naponta, mit tudom. Wellness csomag, igen. Akkor ilyen kaja, olyan kaja, ennyi séta, annyi séta, masszíra, mint bármi. És aha, akkor összerakod neki a kis csomagot, és berakod a kutyát egy ilyen wellness szállodába. És akkor ott ülnek. Én ketretve, láttam ilyet. Tejázás van, értelek, jó. Eszembe nem jutna ilyet csinálni, és állítok, akik csinálják, azoknak baromira megy. Aha. Nem rossz egyébként. Egy hétvégére, mit tudom én, 5000 forint, naponta 3000, és úgy, hogy tök jól áll van. Ezt visszakapod vasárnap. Nekünk van ismerős, aki foglalkozik ilyesmivel, tehát illetve most kezd vele egyébként így foglalkozgatni. Annyi a titka szerintem csak a dolognak, hogy minél kevesebb kutya van, annál jobb a kutyának. Nyilván. Mert hogy annál több idő meg energia jut rá. Úgyhogy sajnos most ez a lehetőség nálunk nem állt fent, úgyhogy otthon volt. Ház körül legalább lehetett egy kicsit
tevékenykedni. Úgyhogy volt egy interjú egy ilyen kutyapanzióssal, és mondta, hogy ők például úgy nem vesznek be kutyát, tök érdekes volt, hogy oda mész az ebbel, hogy akkor leadnám a kutyát, mert délután indulunk. Mert nem jönnek vissza, érted? Nem azért, hanem mert, hogy a kutyának legyen jó, be kell járni előtte, tehát azt mondod, hogy te pénteken indulsz, akkor azt kérik tőled, hogy előző hét pénteken, hétfőn meg szerdán gyere be a kutyával. Ez ami óvoda, vagy ami iskola. Igen, hogy szokjon hozzá. Aha, ugyanúgy, mint a gyereket se viszed oda rögtön az oviba, érted, és hagyod ott egész napra. Szokja hozzá a kutyapanzióhoz? Igen, hogy ne legyen stressz a számára. És ez tök szimpatikus volt, aztán nyilván ezért is elkérnek egy kis lóvét, tehát mindjárt kerekebb a sztori, de legalább van egy ilyen hozzászoktató módszer. Kicsit ez gyanús nekem, igen, hogy gyere be háromszor, darabonként ennyiszer, tudod, és akkor ilyen. Igen. És mibe fáradták itt a drága ember? A nyaralásba? Én nyaraltam, elég cudar volt. Nem volt jó. Nem, nagyon jó. Nagyon jó volt. Nem is emlékszem sok mindenre. Ja, ilyen jó. Túl jó lett. Túl jó volt. Néhány napot a barátaim a Majorkán sikerült tölteni. Aha, vagy valahol. Hát vagy vagy ki tudja, hogy hol. Igen, az utolsó éve, hogy felszállunk a repülőre. Az jó, hogy az még megvan. Pestről oda. Ja. Aha. Az ilyen homályos képek vannak, csak nem sok. És akkor legközelebb magad azért, akkor megint repültetek, de megkérdezted a többieket, hogy most már visszafelé megy. Ja, hova? De most vége van. Hova menjünk? Mi történt ott? És kitoloncoltak, vagy magatoktól jöttetek? Lejárt a gyaralás, és hát így végül is megérkeztünk, és pont tegnap, úgyhogy nem sokat tudtam pihenni, és 3-3,5 órákat aludtunk ott, úgyhogy... Ja, hát. Sűrű volt. Nem aludni kell csinálni. Hát nem aludni, mert mindenki. Sűrű volt, mint a kolera, úgyhogy... Nagyon. Nem mondom, nem sok mindenre emlékszem, csak arra, hogy ott szép helyek vannak. De arra is. De arra is, csak azért, mert most visszanéztem. Nem volt internet, ott még odafele. Visszanéztem a telefonomban a képeket, meg a videókat, hogy miket csináltunk, hát... Talán jobb is, hogyha hazajöttünk. Ja, elég igen. Ha. Elég sokat. De jók a képek? Jók a videó? Jó, egy nagyon szép hely. Igen. Kézből. Igen, nagyon szép hely. Én nem tudtam, hogy ez ilyen szép. Én csak kimentem a repülőtérre, mert nem én szerveztem, aztán próbáltam kitalálni, hogy hova megyünk. De nagyon klassz kis hely. Volt egyébként. Minden. Nagyon hangulatos, nagyon szép. Elosztottak valakitől egy tigrist, az egyik kötő kihúzta a saját fogát. Fölébredt, néhány egy tigris volt a szobában, hiányzott a funk, és egy kínai volt a bérelt autó csomagtartójában. Úgyhogy, hát igen, szóval elég jóra sikeredett. De ez a Majorka nagyon-nagyon szép, hogy valahogy nem menne az ember oda magát. Tudod, úgy van. Nem magadtól mentél, vittek. Igen, nagy célpontok, ahova mész, és ez ugye tulajdonképpen a legnagyobb spanyol sziget. Megpróbáltuk a Nadalnak a házát megkeresni, de, hú, szegény. De ezt azért nem találtuk meg. Van a küldetést, ahogy ezek ott ülnek, érted? Figyelj, kedd este a gyerekek, igen. Holnap megkeressük a Nadalt. Megkeressük a Nadalt. Sögesbe inne is. De ki fog vezetni? Rafa! Na most kérdezik, a sziget másik oldalán vagyunk, mert ő Manacorban született. Aha. És ugye az apukájának pedig Porto Cristóban van az étterme. Porto Cristó egy nagyon szép kikötő egyébként, de mi ettől egy nagyon durva 40 kilométerre voltunk, hogy mondtuk, hogy... Áthidalhatatlan távolság. Hát ezt lehetetlen, hogy ezt mi ennyit mozogjunk egy szigeten, egy bérelt autóval, egy 40 kilométer, úgyhogy nem tudtuk, mert pedig általában ő ott is edz. És meg tudtuk volna tudni, ha nagyon akarjuk a címét Magyarországról. Csak elevesztették a kutyákat. Csak elengedték, hogy tudták, hogy jövünk. Úgyhogy hát nem egyfajta kulturális túra volt ez. Mm-hmm. Tehát van nagyon szép katedrális pálmában. Állítólag nem láttuk. De legalább legközelebb is lesz majd. Igen, de vannak nagyon szép városok, azokat se láttuk. Úgyhogy lesz mit megnézni, ha esetleg hányan voltatok? Hatan. Hú. Öten. Na jó, illetve odafele 6, visszaváltsak. Fura, mert olyan kevesebben jöttünk, mint amennyien mentünk. Öten. Az jó, mert van elővéd is, meg utóvéd is. Akik középen vannak, azok viszonylag biztonságban vannak. Igen, öten voltunk. És csöngetgetés volt? Hát, mondd azt, hogy te vagy a Rózsi féle. I am Roger Federer. Gyere ki, Denizen. Nem, nagyon szerényen meg akartuk nézni az apukájának az éttermét, az édesapjának. Mert hogy ő állítok ott valami nagyon híres ember. Aha, nyitás meg előtt? És az egész család nagyon híres. Tessék? Nyitás előtt. Hajnali 4-kor, de elvezettettek minket onnan, hogy ez már nem biztos, hogy szerencsés, hogy egy zárt étterembe akarunk bejutni. Általában nagyon jó éttermet csinál a papa. És azért úgy nem is nagyon rejti véka alá, hogy az ott a Nadalnak meg a papánk az étterme, relikviák, fotók. Tehát, hogy úgy ez egy ilyen zarándok hely. Aha. De hát nem tudtuk, hogy ez egy 30-35 kilométerre van autópályán, és hát azért oda nem megy el az ember. Nem tudtátok, hogy ennyire ütnek a koktélok ebben a melegben.
Istenem, igen, hát azokból is fogyott néhány, úgyhogy nem, tényleg, szóval, hogy ha valaki megkezdi, mit láttam Majorkában, nagyon semmi. Járműbérelés volt? Nagyon semmi. Béreltünk autót már a reptéren. Igen, csak aztán nem használták. Tehát megérte. Béreltünk autót a reptéren, és akkor azzal... Nyitottat vagy nyitott lett? Tessék? Nyitottat vagy nyitott lett? Nyitott lett. Majd vannak fotók, majd mutatok egy pár fotót. De első este valamiért fent feküdtem a kocsi tetején, de nem valószínűleg már nem engedtek be a szállodai szobába az első este. Elég jó képek vannak. Nagyon, szóval, de kedvesek, bájosak, aranyosak, mosolyognak, nagyon jó vendéglátok. Még tehetnének, ha ennyien vagytok, nem? Igen. Mégiscsak belőlük élünk, hát, gyerekek. Ezt még nézzük el. Még ilyen hatalom vannak, mégse szóljuk. Van egy kikötő, hogy fú, olyan szép, oda jár a spanyol király család ebédelgetni, állítok, hát nem találkoztunk velük, ez szerintem egyébként inkább nekik jó. Ez inkább nekik jó. Olyan jaktok, olyan gyönyörű hajók, hogy az valami elképesztő. De hogy ilyen hihetetlen. Á, ott is azzal is csak a gond van. Ne hízkedjél, azzal is csak a gond így van. Tankolni kell, algásodik a francokat. Nagyon jó. Gyerekek, olyan 100 lábas, 80 lábas, 60 lábas, hatalmas. Minek láb egy hajó? Ne szólnak hozzá. Én nézegetni, meg úgy, hogy milyen motor hajtja, hány lóerős. Csak gondolj arra, hogy mennyivel kevesebb baj származik abból, hogyha mondjuk a bérelt kocsinak a tetejéről esel le, és nem a hajóról. Érted? Tehát jobb azért a szárazföld. Nagy 80 lábas hajó, 4 öreg. Pókerezik rajta, ülnek, hatalmas asztal hátul, nyilván, tehát ezek ilyen többszintes hajók, és minden este, amikor ott voltunk a kikötőbe, ez a 4 ember, ez ott pókerezett. És volt. És ugye beengedik az embereket, és te ott nézegetheted őket, ez nem tudom, hogy nekik mennyire jól, tudod, hogy mennek a csórók a kikötőbe, és akkor... Mennyi a kis van! Én halál komolyan ezen gondolkoztam, hogy én van egy távirányító, amit megnyomott az egyik öreg, kijön a távirányító, és a lépcső, lemegy a lépcső, ugye a partra, ők azon jönnek ki, ugye visszaveszi, megnyomja a gombot, visszamegy a kijáró, hogy ne tudjon más belépni a hajóra. És egyszer az egyik este mentünk, és behúzva hagyták a lépcsőt. Tehát, hogy kint volt a parton a lépcső. Az amatőr. Gondolom, tudod, ilyen 6000-12000 dollár, tehát kb. Így kisvak, nagyvak voltam, hogy 50-70 euró, hogy megnéztem. Mondom, gyerekek, picit már ittunk is, mondom, rákérdezek. Egy kör, mennyi a vak? Mondom, biztattak, hogy mert üljek be, hát, ha tudom, le tudom őket, milyen lett volna beindulni. Elnyered a hajó. Elnyered a hajó, keresztül, tudod, már előttem van minden, igen. Végén minden rám fognak egy pisztolyt, azt is elveszem. De nem puha voltam, nem tudtam beülni, de gyerekek, azok valami csodálatosak. Láttunk egy, nem is tudom, ami Katárból érkező hajót, egy 150-es, 180 kilós, nagyon ronda, rövidnadrágos paliszált ki. Nagyon sok jó lányjal fogadjunk el, találtam. Két olyan 16 éves formalánya, hogy az valami elképesztő, a pali elől megy, ott benne a kikötőben hihetetlen jó helyek, éttermek, bárok, szórakozó helyek. Pali elől nem mehet mellette a két lány, mögötte 3-4 méterrel a két lány pedig szépen, szépen vonul, és hát... És vezette őket pólázon, vagy ne, nem volt pólázon. Szimpatikus párkapcsolat. De hogy már miért nem így? Nagyon szimpatikus. Hát vannak olyan hajók, ahol ugye már nem is a tulaj vezet, mert hogy nem érdekli. Azt gondolom, hogy az embernek lenne egy ilyen hajója, megtanulná vezetni. 8 főszemélyzet, 10 főszemélyzet, mindenki egyenpólóban. Szóval nagyon jó hangulata van. Egyébként jó ezt így látni. Nem tudom, hogy ők mennyivel boldogabbak vagy nem, de azok csodálatosak azok a hajók, tehát elképesztő. Biztos sírva ébrednek minden reggel. nyilván ebből egy csomó bérlő egyébként, tehát mint tudom, egy hétre, két hétre ezeket ugyanúgy ki lehet bérelni ezeket a hajókat, sőt, akinek van hajója, az ugye nem mondjuk jár egy hónap, egy évben mondjuk két hetet ezzel a hajóval, bérbe adja, hát napi, hát ez több ezer euró, tehát hogy hihetetlen sokba kerül. Tehát nem mindenki volt ott tulajdonos. De amikor látsz egy 80 lábas rohadt nagy hajót, tényleg, ami egy ilyen kisebb kerületi elfér, akkor elgondolkozom, hogy mi a fenét csinálhat. Nem, hogy engem érdekelne, hogy miből van a igen, hogy nyilván, hogy lehet, hogy van egy startup cége, vagy tőzsdézik, vagy mit tudom, én olyan sokat beszélgettünk erről, hogy tök jó lenne ezeket az élettörténeteket meghallgatni, hogy egyébként miből, nem? Hát például a Horváth Adrián találkozhatsz néha Bernie Eccleston bácsi hajójával, ami nagyon nagy. Gondolom, én egyszer láttam a tankolását a hajónak, úgyhogy elmentünk közben ebédelni. Ami kiköt, és még mindig kiköt. Nem tudod, milyen volt? Nem tudod, milyen hajó. Hány lábas volt? Nem semmi. Akkor, ami átért szerintem Olaszországig, és a tankolás csak mondta ott egy csávó, hogyha csak azt a pénzt, amit ő egy szezonban eltankol, azt odaadná neki, akkor ő hátradőlne egész életében. Igen, ez
következőnek néz ki, mondjuk van egy 65 lábas hajód, az mondjuk, mit tudom én, x méter, mondjuk 20 méter, és azzal úgy tankolsz, hogy beállsz tankolni, és azt mondta, hogy akkor vegyünk fel egy 3-3 és fél tonna üzemanyagot, igen. És akkor az... Igen, addig megszállunk a lányokkal. Na most, hogy felvettél mondjuk egy 3 tonna üzemanyagot, annak mit tudom én, elmész vele x kilométert, és megint beállsz, és azt mondta, hogy jó, hát akkor megmondjuk 3-3 és fél tonna üzemanyagot. Tehát 3-3 fél 4 millióból egy-egy teli tankod egyébként megvan. Tehát, és akkor az utána ott úgy elég. És az egy kárdolgat. Menjünk valamerre. Nyomsz egy kövéret, és akkor úgy szépen el vagy. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen. Telekéri főnök szerintem. Egy 20-asért legyen, és tankoljak. 20 ezerért? Hát ez van. Kicsit meg vagyunk szorulva, hogy 20 ezerért tankoljon. És hát ez a része is van, de ugyanakkor van nagyon-nagyon jó turistás része, meg, szóval tényleg nagyon mindenki megtalálja a saját szórakozását. Tesco Expressek vannak. Van. Tényleg? Minden, imádnál. Na jó, van. Egy lehetőség, mi? Hát Mallorca, hol meg? Most találtunk olyan partokat, ahol csak helyiek vannak, ezek ilyen kicsi sziklás, ilyen eldugott, nem is csak egy-két ilyen internetes honlap alapján megjelölt ilyen turisztikai célpontok, nem mennek oda nagyon turisták, ezek ilyen... Hiszki van írva, hogy természetvédelmi terület, kérik ne lépjen át a korlát. Kérem, ne jönnek ide fürdeni, igen. És ezt hallottuk, hogy Barcelonánál cápariadó van, és akkor az úgy nem volt. Nem volt annyira. Azt is meg akarták nézni. Rövid szalmazá, hosszú szalmazá, kimenj be. Nem, pont bent lebegtünk, mert fel akartunk mászni nyilván megint az egyik hajóra, egy ilyen vitorlás hajóhoz beúsztunk. És akkor mondta az egyik srác, aki velünk volt, hogy hát ő hallotta, hogy most a másik barátom éppen egy ilyen 18 méteres szikláról próbált leugrani, mászott föl valahol, miért ne? Ki tudja, milyen mély alatt a víz. Ki tudja, hogy igen, van-e mellette valami kis szikla, és akkor hallottuk, hogy Barcelonánál cápariadó van, és akkor nem voltunk annyira nyugodtak, már messze voltunk a parttól, de aztán nem volt nagyon semmi. Földközi tengerben azért ritkábban van, nem? Elárulom neked, hogy a harmadik legnagyobb fehér cápa populáció van a földközi tengerben. Tényleg, én azt mondom, például a hideg vizet szeret. Igen, úgyhogy ez téli szerencsére, tehát a szezon megúszak, ugye úgy van, hogy Dél-Afrika a legnagyobb, Ausztrália, és aztán van a földközi tenger. Pont most fogtak ki nem olyan régen egy 5,5 métereset Máltán. Hogy nyugodtan menjetek fürdeni. Nem jó szeretik az. A meleg vizet, viszont nagyon könnyű prédát jelentenek számukra a sziklákról ugráló a sziklákról ugráló menőző 40-esek, akik bizonyítani akarnak a 20 éveseknek, hogy még ők is lemernek ugrani. Ez fél. Kinyitja alul a száját. Ebben a sziklában ugrálásban az a jó, hogy az ember rájön egyrészt, hogy 10 év alatt mennyit gyávult, tehát hogy ahogy öregszel, egyre jobban félsz, tehát egy 18 méteres szikláról 10 évvel ezelőtt Horvátországból még simán leugrottunk, most már odáig jutottunk, hogy föl sem mentünk. Így a kilátóból lenéztünk, jó, lementünk fürdeni, az egyik barátunk benne még azért ott dolgozott a bizonyítási vegy, fölment, ült egy fél órát, majd ugyanazon a helyen kimászott egy ilyen 13 éves spanyol forma, de hogy úgy látszott rajta, hogy ide lép, oda lép, lenézett, körbenézett. Lelakott egy levelet, lelakott egy követ. Fogtam magát, és kb. 10 másodperc alatt benn volt a vízbe. Mindez 13 évesen. Miközben a barátunk ott úgy mellette már, hogy fél órája, hogy lenéz, visszanéz. Lemerek, nyúl vagy, lemerek. Kezemben a telefon, nyilván nyílt vizen. Gyere, forog! Megcsinálod, ugor le. Kisrác, eljön 12 éves, és páf, ben van. Szörnyen megalázom. Persze, nyilván, ja, nézd, a hülyét még mindig ott áll, tudod, persze. De aztán leugrott, hős volt, de hogy rájössz, hogy ahogy idősödsz egyébként, ez a fajta tesztoszteron által vezérelt ilyen öncélú vagánykodás, azért kihal. Én már mondom, föl sem megyek. Hát a felelő. Minek? Hát, van, gyere. Akarok is, dehogy megyek. És a kis 12 éves, az meg lejött. És amíg jöttek ketten, azok meg fejest úrottak. Tehát, hogy elmúlik az emberben ez a fajta bátorság. Nem. Valószínűleg ez lehet. De ez egyébként tök szimpatikus, hogy visszahozzátok így a kalandozások korát egy picit így. Mallorca nem tud rólunk sokat, de most már tud. Igen, van nekik is új imájuk. Itt ezek a magyar konkvisztádorok voltak itt egy kicsit, és akkor így leuralták a szigetet. Igen, és ezt tudod, ez a klasszik, nem megyünk hotelbe, nem adunk ki annyi pénzt. Tehát amikor tényleg 20 évesen megyünk, apartmanba megyünk, egy konyha, egy fürdőszoba, két külön szoba, tudod, olyan reggeli, hogy sosem mennél oda többet, mert egy ilyen szószban úszó őszi barack konzerv van kirakva, az van másnap is, mert megjelöltük, és másnap kitették, mert nem ettek senki. Ez ezért jó, tudod, mert tényleg nem, ez nem arról szól, hogy az ember elmegy, és akkor valami nagyon durva, hanem ez a klasszik apartman.
Meg mire fizessi az elemére, hogy tűzfalra néző. Mi a tűzfalra néző, liftelmész az apartmanba, hát minden. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon jó volt. Na mindegy, úgyhogy nem is tudok sok mindent. Persze interneteztem meg, hát olvastam egy csomó mindent. De ez az, amit például én egyáltalán nem csináltam az elmúlt egy hétben. Én nem érjen, hogy függő vagyok, nem tudok lejönni. Tegnap behoztad, nem? A teló be se volt kapcsoló egész héten keresztül. Nagyon komolyan mondom. Három naponta megnéztem, hogy hát, ha valami fontos, semmi fontos nem volt. Én még szorongtam a repülőt azon, hogy lesz-e wifi a szállodában. Feritől kaptam egy videót, de arra a telefonomra, ami nem tudja fogadni, úgyhogy azóta is jön. A képet küldtem neked, észleltem. Kitalálom, boldog kővárralja. De nem akármilyen. Na jó van. Nem akármilyen. Na majd mutasd meg, mert... Most már nem mutatom, egy hete volt, érted. Most de az, mivel folyamatosan jön egy hete, ezóta... Tényleg? Persze, igen, de nem tudtam letiltani sajnos. Azóta már fantáziátom, már úgy kb. Ki tudom találni. Hogy mi lehet rajta. Múlt hét szombaton voltam ott, és mondom, küldök egy olyan képet a Jánosnak, amilyen képe biztos nincs a boldogkői várról, érted? És mi semmi, hát nem megy át. Ja, nem megy át? Nem megy át, úgyhogy most már nem mutatom meg. Ennyi. Jó van. Na megnézzük, akkor mi volt két hete? Nyertük a hetet? Mint pénz szerintem, igen. A szakadó arca, esőben mi volt? Akkora arccal mentünk el. Nagyon elvonultunk? Nagyon, nagyon. Egy gyönyörű győzelemmel. Fú, de esett az eső, emlékeztek? Aki a kis kitelefülőt. Milyen idő? Nagyon, de a hallgatóink hősök voltak. Ők igen. Végigállták a sarat, és összetve egyébként egy tök jó kis adás volt ennek ellenére is. Megtartották a délutáni koncertet? Sajnos. Minden elmaradt, tényleg? Ez egy elég komoly érvágás volt egyébként, szerintem. Annyira rossz idő volt, hogy egyszerűen nem lehetett. Aha, én ott kiléptem az éterből 10-kor, és azóta nem is voltam. Ugye nem volt eső nap se, hát hogy nézegettem a kommenteket, nagyon sokan csalódottak voltak sajnos. Egy picit joggal nyilván, de hát az időjárás miatt történt, nem miattunk. Tök jó lenne valamikor visszamenni, aztán azt így bepótolni a Tibinek. Hát ez... De most nem mondom. Erről legközelebbi jövő júliusban lesz majd esély, igen, Balatonfüredre. Szóval akkor el is maradt az egész program. Igen, nagyon nagy ujjár volt. Én átmentem még utána Sárvár, Bükkfürdő, hát másnap kezdett csak jó idő lenni. Ez komoly volt. Nagyon durva volt. Viszont most már legalább tudok egy pont a rossz idő miatt tudok egy nagyon jó helyet Füreden. Egy olyan kávézó cukrászlát találtam, családi vállalkozás. Úristen, de durva volt, igen. Ja, akkor ez nem a nagyobb ott a szökőkút mellett a sétáló utcán befelé, ezt szeretem. Lent a parton van a kikötő mögött. Úristen, egy családi vállalkozás, egy testvérpár üzemelteti. Jézus Mária! Egy újabb fokozatot léptem a kulináris élvezetek tekintetében. Úristen, olyan banános krémest ettem, hogy majdnem ott maradtam. Banános kréme. Fény, nagyon durva hely. Nagyon durva. Jó? Nagyon durva, hát és csúrik volt emberekkel, és úgy láttam, hogy... De ez nem a sétáló utcából befelé a kikötőn egy szökőkút mellett? Hát az a lekiresett cukrászda. Minden vizes voltam, tudtam beazonosítani a szökőkút. Az is igaz, hogy ott igen, ott eső volt. Na mindegy, mi megmondod. Nagyon jó. Így van, egy testvérpár üzemelteti Helly és Hansen, ahogy láttam. Ez volt rájuk írva. Mert mindenki. A hajós népek. Hát ott az, igen, hát ez mi. Szóval jó van. Jó van, augusztus 1-én azért megyünk tovább, de ez még messze van, úgyhogy... Jövő hét péntek, hát várj, annyira igen, nincs. Igen, jövő hét péntek, az jövő Füred. Hét péntek, gyerek. Jövő héten augusztus van. Kétharmada a nyárnak elment. Hűvösen, de hogy Füred, lele, vegyük már le. Lellére. Füredet megyen. Vegyük le, igen, hűvösödnek az éjszakák, rövidülnek a nappalok, és megyünk a télbe. Így, ahogy mondod. Égy, ez kicsit égy, talán van, sarkos égen. Itt a 38 fokban, nem? És az étele van iszonyattal. Igen, és sötét és tele iszonyattal, igen. Na jó, hát ezt már lelít, akkor még nem kezdjük promózni, mert az még egy kicsit arriba lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan. Új hetet nyitunk, úgyhogy hát igen, tulajdonképpen nulláról indítjuk. Uh-huh. Bárki játszhat velünk, jó SMS-ben várjuk a jelentkezőket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Budaörsi úton, a Sasadi útnál a befelé haladókat mérik, ezt Andris küldte nekünk, köszönjük szépen. Valaki már most 3-as ugrásra jelentkezne, az jókorán. Nem lehet mondani, hogy nem szólt időben. Biztosra megy. Fél, hogy elmegyünk szabadságra. Trafi az Oszcefenkornál mérik a befelé tartókat. Ez ugyanaz, igen, amit Andris is elküldött nekünk. Jó, egyelőre ezek a legfrissebb közlekedési hírek, nincsen most nagyon semmi. Majd még egy-két kérdés, amit tőlünk kérdeznek, ami drága hallgatóink, akkor erre hét után visszatérünk. És még néhány információ, igen, mert hogy lehet majd csomó minden nyerni. Majd nálunk a 3-as ugrásban, többek között például, ugye, hát
két darab háromnapos jegy, relikvia, szupergold jegy, VIP jegy, nagyon sok mindenünk van. Mindenki tárazzon be rendesen a mindenféle Forma 1-es kérdésekből, a gyakorlatilag egész héten a hármas ugrásban csak ilyen jellegű kérdések lesznek, csak és kizárólag Forma 1-jel kapcsolatos igen. kérdések, és már előre mondom egyébként, hogy nem feltétlenül könnyű kérdések. Helyes. Azt tudod, hogy szeretem a könyörtelen vagy. Vegyük el az ajándékjegyünket. Csak egy kérdés lesz, de arra senki nem tudja majd a választ, csak bőrniek. Mikor lesz a futam? Most hétvégén? Most hétvégén. Igen? Hát nagyon jó volt a mostani. Egy fotót láttam, valaki fején állt. Igen. Nem nagyon nézek Forma 1-et már. De talán Massa. Massa? Szegény. Ott ő megpörrent egy picit. Mutatott igen. valamit. Muta, azt mondta, hogy most én mutatok trükköket. Igen, 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 nem vagyok világbajnok, lesz szízik! Fejtetőre rakta a kocsit, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a hét első játékosam. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt, én Attila vagyok. Hello, szia. Attila, jó reggelt. Attila, hol vagy helyileg? Én most, hát útközben vagyok éppen, tartok Jászberény felé. Jászberény felé szállítasz valamit, gondolom én? Így van, ahogy sok kollega. Mit csinálsz, mit szállítasz? Gyógyszert szállítok. Gyógyszert. Patikákat töltesz, vagy mit csinálsz? Kórházakat inkább. Uh-huh. Kórházakat. Kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben orvossa? Így van, de ezt erre szokták mondani, azt is jól lenne szállítani. Ah, jó. Fogyasztani már jobb. Jó van, Attila, kivel szeretnél játszani? Hát Balázs veled. De okos választás. Aha. A kutyafáját a legkipihentebbet. Mindenit neki. Egy gondolkodó ember. Igyek önököt legyőzni rögtön így első nekifutásra. Áj, gyerekek. Jól van, oké, megnézzük, jó? Rendben. Na, Jani? Trish, túl és te van a fire! Attila! Itt vagy? Természetesen. Várom a kérdést. Kérdezek én? Így van. Gyógyszer szállítasz? Így van, gyógyszer szállítok. Milyen gyógyszerek ezek? Fú, ez mindenféle gyógyszer, tehát ez végül is fogalmam nincs, hogy mi van rajtam, az az igazság. Uh-huh. Az jó, mit csináltál hétvégén? Hát én még egy kis szabadságot kivettem, így két nap baráti társasággal töltöttem az időt, egy nagyon jó kis faluba, fönn a Börzsönybe. Uh-huh. De még két nap az azt jelenti, hogy a múlt héten, egész héten Szabin voltál? Múlt hét előtt voltam szabadságon. Múlt nekem hét már eltelt a szabadság, és rossz időt fogtam ki. Aha. Tehát így, ja, és akkor ráhúztál picit. Így van, így ráhúztam. Merre voltál? Mikor, szabadságon? Aha. Szabadságon a Velencei tónál jártam. A Velencei tónál, de ott pont rossz idő volt. Ott nagyon rossz idő volt, tehát kifogtuk a lehető legrosszabb időjárási körülményeket. Sajnáltad? Sajnáltam nagyon. Jó volt! De jó játék! Nem bírtam vele, gyerekek. Mindent elkövettem. Imádom az olyan játékokat, amikben mind a két oldalon ott van a műlazaság. Igen, egy erős koncentráció. Igen. Bámultam, hogy mézes bödönt közben, igen, meg a kávés csészében. Attila, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, jól van. Köszönöm szépen. Nem is gondoltam volna, hogy ez... De, kiválóan játszott. Ilyen könnyű, ja. Igen, én kösz. Igen. Szép volt, tényleg, kerülgetni, pedig egy csomó mindent kérdeztem, de abszolút jól válaszoltál, úgyhogy van egy szép kis ajándékcsomagot, küldjük is neked jövő héten, szerintem lehet, hogy meg is van már. Jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszi a játékot. Örülök, hogy játszhatom én is. Én is, ciao, hello. Hello. És itt mondanám el egyébként, hogy van egy olyan kedves hallgatónk, aki véletlenül kétszer kapott meg egy csomagot, és jelezte. De rendes. Vannak még ilyen emberek, igen. És nagyon büszkék vagyunk rá. Kérdezte, hogy hol a harmadik. Igen. Kritizált bennünket, hogy miért nem kapta még meg a harmadikat. Valójában négyszer kaptam meg, de csak kettőt vallott be. Igen. Nem, nagyon jó fej. És visszaküldi, vagy vissza akarja küldeni? Hát, majd kapcsolatban lépelünk, aztán megbeszéljük, hogy mi lesz a sorsa a második csomag, csak láttam az SMS-ek között, szerintem ez nagyon jó fej. Én hagynám, maradjon már. Persze. Nem, most. Há, most visszakérni, az elég nyomorúságos. Meg ha már jelzi is. Utánvétel adja igen. Föl, és akkor... De jelezt, az igen, megérdemli. De az jó fejség, igen. M3-os Görbázi pihenő előtt Pest felé trafiznak. Ezt Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát a hármas ugrásra most mindenki rástartolt. De ráértek, még lehet most is jelentkezni egyébként egészen nyugodtan, de a játék előtt is jöhetnek SMS-ek, nincs, vagy nem attól függ, hogy ki kerül játék, hogy mikor küld az SMS, de ha akarjátok, most is küldhetek, nincs ezzel baj. Jól van, 2 perc van pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, hallottok? Nem hallottok? Ez nem is szól.
Nem halljátok? Nem, semmit, de szól a mikrofonom? Nem szól. Itt vagyok? Nem hallok? De szól. Ez viszont nem. Na mindegy, akkor... Nem, a füles nem szól. Hogy nem szól a fülesük a fiúknak. Nem ám, semmi nem szól. Valamit erre, valami jót. Ne rosszalkodjál, Zsül. Ezek a gombok. Tréfálkozol? Zsül. Ez a sok piros-zöld gomb. Bedobtad a Jolly Jokert? Úgy érzed, hogy visszajöttünk szabadságról, és most már mindent lehet? Nem jó, és most így? Már mindent szabad? Mit gondolsz? Mert őszülsz, és azt hiszük, hogy bácsi vagy, és akkor így kesztyűs kézzel fogunk veled, matacit a lábunk elett. Jó, gyerekek, hát ha hallgatók hallanak, akkor nincs baj, az a lényeg, hogy ők halljanak. A 2:11 jó reggelt kívánunk mindenkinek. 403-as út, 2-3-as kilométer között őzik-e szaladgál a korlát mellett? Pisti, köszi, aki egyébként szeretne hármas ugrást is játszani. De köszönjük nem fog. Szépen. Vagy igen, vagy nem, ki tudja. Majd a szerencse eldöntés. Tűzik-e viszont, te ne szaladgáljot a szalakorlát mellett. Jó, mert nem lesz jó vége. Ennek csak rossz vége lett. Aztán M3-as Görbázi pihenő előtt Pest felé trafi, ezt Dani küldte nekünk. Budaörsi úton a Sasadi után a befelé haladókat mérik, ezt pedig András küldte, a 2-1. És ugyanaz már, mint hogy trafi az Osztyapenkorán, mérik a befelé tartókat, üzeni nekünk Amba. Ambának köszönjük. Szépen. Balázs, ugye jössz a David Hasselhoff koncertre? Jó, de jó, menj el, kérlek. Mikor lesz? Balázs, de na, most tényleg. Na, mondjátok el, mikor lesz. Oh, mikor lesz? Valamikor lesz? De beszéltünk róla. Én most nem tudom, de sokkolt is a hír. Beszéltünk róla, hogy lesz David Hasselhoff koncert. Igen. Na, akkor ott a helyed. Igen, mondtuk, hogy de jó lenne, már egy búcsú koncert tőle is. Jó, ha valaki megírja, hogy mikor lesz, szívesen. Na most volt, a hétvégén volt itt Dr. House koncert. Állított, nagyon jó volt. Ő nagyon ügyes, nagyon aztán előtte volt ugye a Szegál, a Steven Szegál, most pedig akkor fölteheted a koronára, a nem tudom, vagy az írja a pontot, azzal, hogy elmész a Hasselhoff koncertre. Augusztus 29. Pont hát, jó, rájön. De jó. Megnézem. Megnézem, szívesen. Ha ráérek, elmegyek. Persze, hogy nem. Csak akkor majd írjuk fel ezt az augusztus 29-et. Én előtt elmegyek fodrászhoz is. Engem csak az érdekel, nem Balázs Majorkán volt egy vízibicikli, delfines csúszdás. Ó, Istenem. Csúszdások, Balázs? Azt tudjátok. Ezt mind akarom? Gyerekek, hogy? Nem hiszitek el, hogy sztárt csináltunk az emberből. Na, mit csinál azóta? Ugye a Füredi kitelepülés után szombaton voltam Boldogkőváralján, ott jöttek oda, hogy óriási volt, és köszönik. Tegnap előtt szombaton voltam Miskolcon, ahol szintén különítmény jött oda, hogy akarják, hogy tényleg? A rádió játszásba emelje be a dalt. Aha. Érted? 4 óránként vízibicikli, delfines csúszdás. Jó, hát leadhatjuk egyszer-egyszer egyébként. Csak mondom, hogy mindjárt 300-nál van. Ne. 300 ezer megtekintés. 298.153. Kicsit felkaroltuk, kicsit alányultunk. 40 ezerről. Picit pörög. Lassan utal a YouTube, nem? 1 milliónál kezd majd, vagy és előtte végig kell nézni egy reklámot, de kik hirdetnek előtte vízibicikli reklámok vannak? Vagy csúszda reklámok, vagy delfi reklámok? Mik lesznek vízolik hát a klipi előtt? Most egy biztosító reklám van előtte. Egy biztosító reklám. Így van. Igen. Ha meghalsz mi alatt végignézenek, utána akkor fizetnek neked. És a közönség még egy dolgot követel, hogy a további 2 nyári rocsóállomásunkra, tehát a klassz nyárra 2 sztárt vigyünk magunkkal. Na. Hát tudjátok, Lellére kit kell vinni, és Debrecenbe kit kell vinni. Nekem hát, kimondani a neveket. Aha, igen. Itt kérdezi valaki, egész héten tudatlanságban éltem, egy kérdés foglalkoztatott, mit csinál most Elmiki? Hát nyilván föladta az egészet, elment pihenni, és otthon fekszik a szobájában. Na igen. Nem lehet, hogy folyamatosan jól érzi magát. Nem hiszem. Miért most mit csinál? Elmiki politik, az, hogy Zolikánál azért leadtuk sokszor az egész dal, de Elmiki dalával egy mondatot nem tudnék még mondani. Ja, de annyit, hogy gyere és gyakorolj rajtam. Megmutattam a barátaimnak ezt Elmikit. Szóval, hogy Elmiki goes to Balaton lele? Ez a következő projekt? Igen. Hát figyelj, hogy a 2 számot összehasonlítjuk egymással, abból a szempontból, hogy melyiknek lehet esélye, nagyobb esélye arra, hogy mondjuk rotációba kerüljön, azért az valljuk be őszintén, hogy inkább Elmiki. Hát közelebb van a jóhoz. Igaz? Távol van, de közelebb. közelebb van a felvállalhatóhoz. Igen. Na jó, szóval Elmiki bulizik gyerekek, hát ő változatlanul ezt csinálja. Ezzel nincs nagy baj. Mi van a fogadásunkkal? Na hát, pont aha. Ez az. Ugye ott szálltunk ki a történetből. Bár egy picit azért, ez most azért itt ezt egy picit boncolgassuk már. Én azért éreztem egyfajta várakozást Balázsban, hogy ezt majd te dobod be. De most volt itt egy nagy levegés. Na mi van a fogadásunkkal? Tehát, hogy azért
Csak az előjött, durva, igen. Annyira elfejtettem, hogy Jani szólt itt a hírek alatt, hogy szólják neked a fogadásra, mert... Na, figyelj, következő helyzet. Hogy ott szálltunk ki, hogy plusz 5000-ben voltam én Gyokónál. Igen. Hát, ugye, mert beemeltük a foci VB-be ezt a izét, ezt a tenisztet. A döntőt, amit Rogerra játszott, igen. Így van, azt tehát elbukta, ott úgy szálltunk ki a hétből, amikor elmentünk a döntő meg a bronz meccs előtt, hogy 5000-rel én vittem a pálmát. Igen. És aztán kötöttem két olyan fogadást, amit ma már tudom, hogy nem kellett volna. Mire? Bár mire is? A bronzmérkőzést játszott a Brazília és Hollandia. De és a hollandokat támogattam. Igen, és de mind a kettő az utolsó pillanatokban dőlt el. Tehát ott nyertél egy 5000-est, mert nagyon okos voltam, mert én mondtam, hogy figyelj, főmérkőzés, azért legyen egy 10-es. Te meg mondtad, hogy nem, legyen 5. Mondom, legyen! De hogy dölt el az utolsó pillanatban 3-0-ra kikaptak a brazilok? Ja, nem az a izé, a döntő. Igen, az argentin német, ja. Mert ott én az argentinokkal voltam. Tehát két nyert meccsed van, az 10 000 forint nálad, de 5-tel tartoztál nekem, tehát én jövök neked 5000 forinttal. Hát ez nem sok. Hát nem. Már abból a szempontból, nem, hogy ezt a játékot egy hónapja játsszuk. Igen. És folyamatosan változott, én fizetek, te fizetsz, én fizetek, te fizet. Tehát mind a két meccset behúztam a végén? Igen. Tudsz visszaadni? Hát, akkor nem adom oda, nem, jó, ez egy ilyen... Tört föl, majd. Készítettek, hogy csináljátok. Szigorúan játékpén. Igen, ezért valljuk be őszintén, rendszeres jövedelmetek van belőle, csak az a baj, hogy egyszer egyik ötöknek, másszor másikat, amit ez gyakorlatilag olyan passzolgatjátok ugyanazt az összeget ide vagy oda. Így van. De arra is voltál fel, hogy próbáltál behozni valami olyan pozitívumot ebbe a dologba, ami a részedre pozitívum. De mind a kettő az utolsó percekben dőlt el. Vagy nem igaz, nyilván hazugság, de az argentin német az igen, ott azért. Nem láttam, jó, mert jó meccs volt. Igen, jó meccs volt. Jó volt. Én nekem nem volt jó, mert ha az lett volna jó, ha az argentinok gyernek. Azt olvastam, hogy a szövetségi kapitány oda ment, kilőtt egy összes gólt, Müller? Götz. Oda ment hozzá. A hosszabbítás előtt, mármint a hosszabbítás második fél ideje előtt, és azt mondta neki, hogy jobb vagy, mint Messi, és te fogod ezt megoldani. Nem mondod. De. És azt mondta, hogy volt egy megérzése, hogy hozzá kell hozzá oda menni, és ezt el kell nyomni ezt a dumát, oda ment, félrehívta, és dumált neki egy fél percet. És azt mondta, hogy sokkal jobb vagy, mint a Messi, meg fogod oldani, és tudom, bízom benned. A csávó mondta, hogy oké, fölment a pályára, azt eldöntötte az egészet. És lenyilatkozta utána a Löw, hogy egyszerűen érezte, hogy neki ez a játékosához kell oda menni valamiért, nem tudja, és nyomott egy ilyen hihetetlen fél percet. És akkor a Götze beszaladt, akkor a közben a mester meg, hogy hívják, oda itt a Müllert, hogy jó vagy, mint Messi, be tudod rúgni. Jó, oké. Close légy, jó vagy, mint Messi. Lehet, hogy ezt tényleg mindenkinek csak benne bízom. A Löw az így csinálja. Csak te érsz föl a hegyre. Igen, de hogy ezt elnyomtam neki, most azt, hogy lehet, hogy ezt tényleg mindenkinek. Gyere csak ide te is, igen? Jó vagy, nősz, én vagyok Messi. Ja. Jó vagyok, mint én. Hogy azért ez mekkora siker a csapatkapitánynak is, nem? Szóval semmivel se kisebb érdem, nyilván. Pocistaként talán még jobban ünnepelnek, de hogy azért, ha tényleg ez így történt, és ahhoz az egy játékoshoz ment oda, aki, és le is nyilatkozta, hogy neki ott volt egy megérzése, és talán ott a sajtótájékoztatón nem is, de utána szóltak, hogy hozzánk is oda jöttél főnök, nekem is ezt mondtad főnök. Igen. Tehát, hogy ezt így elmondott, hogy hozzámentem oda, abban benne vagy, többen jelzik, hogy hozzám is, de nem jelezte senki. És ezt ő így érezte, hogy oda-oda kell menni. És elmondta neki, valami azt mondta, hogy valamit látott. Mester, tényleg jobb vagyok, el is hiszem, de itt kell maradnom a kapuban. Ide költ a posztom, nem tudom megoldani. Higgyel mennék, de nem tudok, mert egy cserekapus vagyok, igen. A cseréjembe, főnök, cseréjembe. Én mind nyúró, sajnos. Ezt a dolgot nem tudom megoldani. És hát nagy a boldogság, mert ez az első dél-amerikai VB, ahol nem dél-amerikai csapat nyert. Tehát a németek még ezt is behúzták. Ja, hogy te ilyen statisztikákkal készültél. Hát mondták, hogy a meccs végén Gundi, tudod, mindig fölkészült, meg okos, és akkor én meg abból most itt ezt elmondtam, hogy eddig mindig, amikor Dél-Amerikában volt a EB, VB, ja EB nem lehetett, VB, akármicsoda, egy dél-amerikai EB, akkor azt mindig dél-amerikai csapat nyerte, ez volt az első, a németek vitték el, úgyhogy nagy a boldogság. És mi lett Imolával, ami jósunkkal, ő mit mondott, mert már nem emlékszem. Ő Argentínát, hát már igen, másodjára. Akkor hiszem. Visszamondom a karma asztrológia horoszkópomat, amit kértem tőle. De nem lehet, hogy előre szaladta az időben egy kicsit, és már következőt prognosztizálod. Hogy dolgozzál nekem a következő 10 évet, és írja, hogy mi vár rám, lehet, hogy akkor ezt visszamondom, ezt a megrendelést. Tehát Imola nem nagyon trafált bele? Imola Argentínát mondta? Azt hiszem, igen. Viszont azok, akiknek mondjuk valamilyen rossz hírt mondott, azok most felélgezhetnek. A következő egy évben nagy veszteség érje. A családot elveszi a munkáját, igen.
De úgy mondta meg Argentinát, hogy már csak a két csapat volt bent, vagy még amikor négyen voltak bent, akkor nem, ő már megmondta, hogy... 8. Négy csapatból. Mert akkor az is nagy dolog, hogy eltalálta, hogy döntőbe jutottak. Tehát nézzük a jó oldalát. Uh-huh. Ugye? Aha. Érted, mire gondolok? Ja, vagy azt mondta, hogy az profi. Vagy Németország, Argentina előtt mondta nekünk, hogy Argentina. Nem, szerintem azt még amikor negyed döntők voltak, vagy 8-at döntők, akkor mondta, akkor fölhívtuk újra. Valami, még talán szegedi kitelepülésre. Mondjuk ez a találat arány még ahhoz kevés, hogy tipmixelj vele. Tehát, hogy azért nem a precizitás, pontosság. Hát egy picit így izé, a perifériára. Körbelőtt a céltáblát. Igen, először mondta azokat, akik kiestek. Portugálokat mondta. Aztán elmondta az argentinok, azokat se. Ha nem megyünk még Imolához kártyából jósolni, nem? Balatonfüreden mondta talán Argentinát. Nem, Szegeden. Ott hívtuk föl újra, Szegeden, Vézolika előtt. Igen, szegedi kitelepülés előtt mondta. Mit olvasok a hírekben? Verekedek a taxisok? Most itt több eset is történt egyébként. Nem, kettő. Kettő? Valaki, ketten voltak. Igen, valamilyen szóvivőt is leszorítottak a bringájáról. És, ja, és úgy igen. Így van, de az omegásokat azt egy taxis verte. Hát ez a legszebb sztori. Mi van a taxisokkal, gyerekek, hogy egy héten belül 3 utast is megverne? A meleg, szerintem a meleg, vagy nem tudom, mi kéne nekik. Ugye az Omega hazaérkezett valami koncertről, és akkor a Benkő Laci meg a Ciki, a dobos ott álltak, azt mondták, hogy hazamennének, fél óra alatt nem érkezett meg a taxi, és betelefonáltak, hogy jó napot kívánok, itt állunk, fél órára nem jött a kocsi. És egyszer csak a telefonbeszélgetés közben megállt egy taxis, állítólag valami kigyúrt ember, és a Benkő, aki telefonált közben, csak azt látta, hogy a dobos kollégát már ütik-verik. És senki nem érti, hogy mi történt, hogy azt hallották. Tehát a taxis hallhatja azt, hogy a diszpécser valakivel beszél, nem, ugye? Nem, a diszpécser csak beszól a taxisnak, hogy hol vagy, mert az utas reklamál, vagy mennyi idő még. A diszpécser megkérdezi a taxist, és a taxis visszaszól a diszpécsernek, ugye? Én is hogy 5 perc vagyok, 1 perc vagyok, itt vagyok, nem találom őket, és a diszpécser hív általában téged vissza, aha, hogy beszélt a kollégával, 2 percet várjál még. Tehát őszintén azt nem hallja, nem a taxist hívta föl, gondolom. Nem, hát nyilván. Igen, a diszpécserek szól. És kiszállt a taxis. És akkor mi van? És elkezdte megverni a Benkőjéket. De az a taxis, akit hívtak? Vagy egy másik taxis hallotta, hogy ezek itt reklamálnak, és elkezdett verekedni. Az egészet nem értem. Az a baj, hogy még ugye vizsgálati szakaszban van a történet, tehát hogy olyan túlságosan sok információnk nincsen a dologgal kapcsolatban, viszont azért azt én így csak így jelezném a nagyon kedves, nagyon bátor és nagyon erős és nagyon heves vérmérsékletű taxisnak, ki ezt csinálta, hogy a Benk úr elmúlt 70 éves, tehát nagyon-nagyon kőkemény és nagyon brutális és kemény és férfias tett volt, igen, megverni egy 70 éves ember. Igen, és a debreceni cikke, a dobos, ő is 68, igen, tehát ő még, igen, nem múlt el, az jó, már... Jó, ő direkt nem mondtam, igen, mert hogy én még ilyen zseng. Tényleg, ő még fiatal, 68 éves. Hát milyen világban élünk? Nem érted. Most komolyan. És nem érted, hogy mi válthatja ezt ki? Hogy a petróleum lámpával van baja? Igen. Érted? Nem, vagy a tízezer lépéssel? Mondja azt a taxis, hogy maga, hogy rohadjatok meg, nagy pofája. Igen, hogy szerintem az illés jobb volt. Elszállt pék, és akkor és vigye őket oda, ahova egyébként vinni kell, meg ahova egyébként rendelték a taxit, mit tudom én, érted, végezze a munkáját, aztán gondoljon róluk azt, amit akar. De az, hogy kiszáll a kocsiból, és megveri mind a kettőt, és úgy, hogy az egyiknek betöri az órát, a másik meg eltöri a kezét. Igen, de egy bulvárlapnak azt jelenti, hogy másfél órát vártak. Igen, felett tudok mindegy, nem, aha, tudjuk nyilván a pontos részleteket, de azt tudom, hogy várniuk kellett, és akkor a Benkő akkor telefonált vissza, hogy szeretnénk már kérni, vagy illetve fél órája kértük a kocsit, még mindig nincs itt. És épp a telefonhívás közben állt meg ez a másik taxi. Szegények. És elkezdte ütni ugye a dobost közben, és a Benkő így nem értette, aztán nyilván ő is, és ráadásul ilyen elhangzott, hogy mi van, bék, és már ütött is. Úgyhogy elég kemény a sztori. Ez nagyon kemény. No. De megint leszorítottak valakit, az egy másik taxis. Az egy másik eset volt. Nem bírják a nyomást. Hát... Komoly teher van rajtuk. De a fóliázatás, vagy nem tudom, az egységárak, vagy nem, no, tudom, mi történt, de hogy ez elég kemény. Egy másik eset, tudom, igen. Azt is csak így olvastam, vagy így átfutottam. Meglepődtem. Pedig kellene tűrniük ezeket a dolgokat, hát nyilván az ő keresetük, meg az ő kenyerük is, igen, persze kemény, meg egyáltalán, de hogy egyrészt a taxitársaságra, egyrészt a taxis társadalomra, a saját magára nézve is, azért ezek nem pozitív dolgok. Tehát, hogy az ő megítélésük szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy állnak az utasokhoz, és azért ha tetszik, ha nem, persze most lehet azt mondani, hogy mit tudok én erről, hiszen nem taxidó, persze meg, hogyha én is reggeltől estig ezt csinálnám, blablabla, bla, bla. Igen ám, de ha valaki emberekkel dolgozik, akkor annak nem csak kényelmes, meg kellemes helyzetei vannak, meg nem csak kellemes emberekkel, kellemes jellemű emberekkel, meg udvarias emberekkel találkozik, ezt jelentünk itt már számtalanszor, például a diszpécserekkel. Na jó, de itt nem ismerted a jellemét, tehát itt kiszálltál és verekedett, beül, összeállni a kocsit, bármi történik, akkor ott kialakul a konfliktus, de hát, itt nem, vonnak a taxistól,
későn érkezik meg? Tehát odaszólnak neki, hogy figyelj, felvetted a címet egy órája, igen, beszól mondom. A diszpécser, nem érkeztél meg, mondjuk a másfél óra, és fura, hogy már nem adták át másnak a címet, és akkor arra rághatod be, hogy mondjuk azt mondták, hogy nekem büntiben vagy? De akkor se verheted meg az utas. Nyilván nem lehet tisztázni. Hát sőt, akkor se verheted meg, ha csuma részeg az utas, akkor azt mondod, hogy elnézést, hölgyem, uram, önt én nem szállítom el, és kirakhatod a kocsitból. Tehát a taxi szabály az benne van. Ha késel, akkor valóban levonás van, de azért nem két 70 éves embert kell megverni. Érted? Tehát, hogy hol? Nem, összekevert őket valakivel? Két másik 70 éves? Nem, tehát teljesen értelmezhetetlen a dolog számomra egyébként. De ez 8 napon túl, hát akkor ez súlyos testisértés. Hát akkor itt gyanúsított vagy, tehát itt előállítanak. Bizony. És azt, hogy utána elengednek, vagy nem, nyilván elengednek, de hogy akkor, ha az 8 napon túl, az súlyos testisértés is lehet, akkor hát az komoly. Hát ugye van egy arccsont, vagy orrcsont törés, meg egy kéztörés. Az bőven 8 napon egy túl van. Egy kéztörés egy billentyűsnek. Igen. Igen. Hát ez nem tesz jót nekik nagyon. Nem? Hát egyáltalán nem. Csak mondom, az okot szeretném tudni. Tehát úgy szeretném, ha most az a ember, aki ezt megcsinálta, az írna egy SMS-t, hogy miért. Hát nyilván nem hogy fog. Hát, ha meg tudod érteni. Mert egyébként nem találok épeszű magyarázatot rá, hogy ott áll két 70 éves ember, akit egyébként akkor is szerintem illik ismerni, ha nem szereted az Omegát. Ha illés rajongó vagy. Ha illés rajongó vagy. Azért úgy már hallgattál róluk néha, tehát nem sokat, azért letettek valamit a magyar könnyűzene asztalára, akkor is tudod, hogy kik ők, érted? És meg ha nem ők azok, ha ők nem híres emberek, vagy nem ismerek, akkor se versz meg két 70 nem éves könyörgöm. Nem hát. Nem valószínűleg nem ismerhette őket. Vagy nem tudjuk, hogy a mi van bék előtt volt-e valami, hogy mit képzelsz magadról, kóbor. Aki már nem is voltad, ugye szegény. Igen, aki már nem voltad. Na mindegy, hegyobulás kívánom. Meg üvöltözzön velük egy nagyot, nem? Kiabáljon, mondjuk vizéljen, anyázzon egy keveset, vagy ilyesmi, de azt, hogy összeveri őket. Igen. Na, mondtad, hogy voltál nyaralni, és hogy láttál, hogy érdekes történet, ez tanulságos volt. Máltára vitt el az én feleségem, engem egy meglepetés. Meg egy kicsit vesztett az értékéből, aki volt, már az emlékszik a nagy csárba. Most, hogy jártatok ott? Há, igen, nem, én nem olyan buliban voltam, mint a Balázs, mi egy romantikus csendesben voltunk. Aki volt kint, az emlékszik a nagy csárga buszokra, igen. Ahol ment hátulról előre egy madzag, de tényleg egy ilyen kötöző madzag. Ha le akartál szállni, ezt elkezdted rángatni, és előre szólt a csengő. Akkor megállt a csengő, volt nem a fék. Igen, ez nem a fék volt, plusz minden egyes buszsofőr házi oltárt rendezett be magának, Mária szobrokkal, Jézus képekkel, óriási volt a dolog. De a lényeg a következő, haláljófej kapitányunk volt, Alföldi Csaba úr, azt mondja, a repülőkapitány? A repülőkapitány, ez már visszafelé volt. Azt hiszem sikerült felszállni, szeretettel köszöntöm az utasokat, voltunk 6000-en, mondom, hűha, te is így érzed, akkor nagy a baj. Következő helyzet, mindjárt Budapesten vagyunk, ez egy két óra, mindjárt, ha ahogy leérünk, nagyon-nagyon szép idő, várna bennünket, ha már nem lenne este, mindenki érezze magát, ilyen volt, sírtak, imádom, szeretem. Annyira jó volt a csávó. Kint kérlek szépen összefutottunk többször egy magyar párossal, egy férfi és egy nő, ahol anyu, bármikor találkoztunk velük, nem fogod elhinni, a folyamatos egyhetes zrikálás ment, de ilyen. Miért iszol sört megint? Este 8 óra volt, és mondta apu, hogy... Ott laktak mellettetek a hotelben? Mondta apu, hogy ez az első. Ez az első, akkor is! Alkoholmentes. Nem ezért jöttünk ki, hogy te sörözzél. Másnap strandot feküdtek mellettünk. Körülbelül. Várjál, másnap strandot feküdtek mellettünk. Na, mit csinálsz? Hát, így viszem a csomagot. Jó, kend be a hátam! Így néztem, mondom, elértetted? De várjál! A nő a pasinak, a kend be a hátam. Igen, kend be a hátam. Apu elkezdi az olajat, vagy nem tudom, krémet szétkenni. Te tényleg ilyen hülye vagy? Húha, mondom. Miért már egy hátat sem tud bekenni? Az én hátammal van a bajod? Gyerekek, kettesben voltak csak, és minden egyes pillanatban. Halat eszel? Étterembe, mert körülbelül 5-ször futottunk. Mert a gyerekek már elköltöztek. Még csak 8 évesek voltak, de kirepültek a fészekbe. Egy másik oldám. Azt nem értem, hogy apu miért nem költözött el ezek után, hogy ez egy típus a szerintem igen, akarja. De megalázó módon üvöltve, mint egy hülye állandóan, érted? Ha étterem, apa halat evett. Most tényleg, mellettem eszed azt a rohadt halat? Mondja a csávó, hogy de hát tudod, hogy szeretem. Tudod, hogy te vagy a feleségem, és együtt nyaralunk. Átülnék egy másik asztalhoz, és nekem is jobb lenne, de mégsem. Yes. Hogy, de tudod, hogy én nem szeretem a halat? És mondja a csávó, hogy maga alatt egy az orra alá dörgölve egy kis, de nem is te eszed, hanem én. De akkor is, ez az asztal, ahol én is ülök. De hogy képzeled, hogy... Nem hittem el. És ezek egy hétig szerintem ezt csinálták, és a hapsi
hogy ez neki jó, hogy így él. Nem. És ő, ez a tipikus, ő cipeli a cuccokat, ő viszi a törölközőt, szatyor van a kézben. Anyu megy egy kis ilyen karra, kis táskába, elől megy papa, meg megy mögötte kis papucsba, rövid nadrágba, két megpakolt szatyorra le a strandra. Izzadva húzza a többi. Fasírozott a zsömle. De azt ő a reggeliről csinálta. Becsomagolt kis croissant lenne a strandon, az még jó lesz. Igen, az még jó lesz. Jó lesz az még. Na valamire. Tegyük el, igen. És végig egy héten keresztül ezt hallgat. És szegény így nézi a cipőjét, így viszi a csomagokat, lesütött szemmel. Tehát valószínű, hogy ő így szocializálódott. Tehát ezek a palik soha nem szegények. Hát mindenki abban van benne, ami azért ugyanakkor jó neki, nem? Más volt ő a készfogó előtt, szerintem, anyu. Ismerem ezt a típust. Szerintem ez a típus ez olyan, hogy normálisnak indul, igen, és megváltozik? Igen, nagyon nagy volt a szerelem, nagyon szerették egymást, nagyon rendben volt minden, és aztán így szépen lassan így előjött. Az igazi én. Szerintem ez a típus, ez pont az elejétől kezd. Ez ugyan, ez nem rejti véka alá. Tehát ez a pali valószínűleg ilyen nőt keresett, aha, ez a típus, nem? Hát nem tudom, de az akkor is, tehát ha neked szükséged van egy ilyen gyámra, mert neked nem feleséged van, igen, akkor, hanem gyámod, hogy ha szükséged van erre, egy ideig oké, hogy egy ilyen segítő meg rendbetevő, de ez már megalázó volt, érted? Úgyhogy a magyar, volt kint több magyar, tehát magyarok előtt csinálta, nem csak külföldiek előtt, ő valószínűleg itthon is ugyanilyen. Nem volt, hogy kiparancsolta a vízből a gyerek emeli lasszát, mert nem? Felázik a lábát. Ilyen nem mondja neki? Püstike? Hogy volt neve, vagy nem? Sose hallottuk. Tehát sose nem hallottad, hogy Gyurika, Pistike, vagy... Biztos, hogy nem volt. Itt a legdurvább az, amikor ugye már nem a kereszt nevén nevezi, hanem a vezeték nevén. Kovács! Horváth! Miért tudtálod az ételt? Csak kavargatom, mert meleg. Ne felesselj! De ne adj el több sót! Nem gondolsz a szívedre? Meg akarsz, ha litok, az hagyj egyedül, szegény anyám, sehetett tovább. De ilyen már nincsen. Szerintem van. Tehát nem volt vízből kiparancsolós, lila szájas, megfázós, nem csinált gyerekje vízből? Nem, ez nem volt, az volt, hogy elment a papa magának egy sörért, és amikor visszajött, akkor kérdezte anyu, hogy nekem nem hoztál semmit? És mondta az öreg, hogy hát de megkérdeztem, mielőtt elmentem, hogy kérsz-e valamit. Jó, de akkor még nem kértem. Jézusom. Hát találjam ki, hogy kérsz. Atya Isten. Döbbenet volt. Atya Isten. És ez így ment szerintem egy hétig, mi mondom, négyszer vagy ötször találkoztunk velük, folyamatosan a deszerencsét. Igen, amit az ember nem akar hallani, az eleve nagyon sok magyar szóhanyar az. Igen. De amikor Zsuzsika jócokába üvöltözik, nem? És Jocuka egy kicsit túlsúlyos, 60 éves, nagyon tudjuk, hogy ilyen, az, hogy nem akarod látni. Ugye? Tehát, hogy eleve nem akarsz nagyon sok magyar látni, nem jó. Valakit leszúrnak, hogy ne legyen több túros buktát a reggelin. Azért érted. Holnap lesz a születésnapod, kérhetsz valamit? Tegyél boldog este. Feküdj le korábban. Atya, és merültek, vagy kirándultak? Vagy kirándulós csapat volt, illetve inkább volt ilyen fakultatív programokban együtt mentetek, vagy ez nem jött? Velük. Miért nem ajánlottad föl? Elvisszük annyit egy merülésről, csak oda. Nem jó, milyen van a ronc. Nem volt, hogy néha átnézett ilyen reménykelt a reggeli az ő asztal, és így próbált integetni, segíts Feri, vigyél el innen. Én kerültem is, nem, mert tudod, ez elborul az agyad, akkor elkezdett mondani, nyilván te vagy, miért szólsz bele, és egyébként valószínűleg én is ugyanúgy kaptam volna a anyutól. Biztos, hogy nagyon durván kiosztott volna. Hát sem másodpercek alatt ketté tör. Mit képzelsz magadról? Ez a mi életünk, ne szólj bele! Hát meg azért akartak beleszólni, mert amikor be akart szólni Feri, akkor béka szólt neki, hogy ne behúzd be őket! Mit hozott hozzá? Az ő életük, nem? Egyébként is Ferike gyere ki a vízből. De tőled a sajátoddal! Lila szád! Már megint merülni voltál! Tedd be a hátamat! Ne ezzel! A zsírossal! De van olyan pont az életetekben, amikor például a ti feleségetek bármi olyasmit mondana, hogy te ne menjél el falat mászni. Van ilyen? Nincs. Ne menj el falat már! Mi az, hogy már megint falat mászol? Hát nem is szólok neki, amikor elmegy. Ja, mondjuk az üres lakás. Utólag tudja, amikor kiteregeted a vizet, tudod. Igen, már megint falat mászni voltál. Hogy igen. A kapcsolatban nincs az benne, hogy pont feltétel nélkül szeretett, tehát ha ő akar még egy sört inni, akkor hadd így a megszegély. Hát vagy az se baj, ha van vele bajod egyébként, nyilván, szerintem. Tehát, de ez hogy a 26. sört ne így meg lehet jelezni. De az első volt szegénynek. Ahogyan inkább az ugye, hogy mondod szegénynek. Igen.
És más magyarok is voltak? Vagy nagyon, csak ez a tipikus sokan? Sok magyar, nagyon sok fiatal dolgozik kint, de úgy, hogy építkezésen például, akkor volt egy magyar srác, aki fülbevalókat árult a parton, gyönyörű nagy tengerpart, vagy egy széles sétánnyal, és akkor ott árulgatott magyar fülbevalókat, akkor volt egy lány, akivel találkoztunk, ő ilyen hajóutakat árult, tudod, a turista, és akkor menjél ki velük. És rengetegen dolgoznak kint, meg sokan uh-huh. voltak. Jó, mert szerintem pont az a hely Málta, ahol ha akarsz egy napot kirándulni, akkor csodadolgokat látsz, ha akarsz, akkor van tenger, ha van egy ilyen bulis városrész, oda is lehet menni, hát mi már nyilván korunknál fogva oda nem indultunk el, de úgy, mint egyesek. Hát nekem már így inkább az volt, hogy végigjunk meg egy valamit, azt menjünk lefeküdni, aludni. Szóval, hogy tök jó hely. Én nagyon szeretem, sokan volt, sok magyar volt kint. Igen, csak azért kérdezem, hogy ugye milyen típusú magyarral találkozik az ember kint? Többféle típus van. Van ez a típus? Béláék. Vajon bocsánat a Béláknak. Nem, nagyon jó meg a Béláknak. Hány típusú magyar család? Tudod, a gyereket állandóan nevelős, vízből kiszedős, nem engedős, partonevős, reggeli lehozós, szobába a kaja felcsempészős. Tudod, tehát nagyon sok típusú magyarral tudsz ugye külföldi utazás során találkozni. Rossz gyerekes, más, nem hát, tudom, apartmanjába átmászos. Tehát nagyon sok típusú magyar van. Itt ebben az esetben egy család, egy pár, mindenkit lehet is sztereotipizálni. Nagyon sok fajta magyar van. Itt ebben az esetben egy picit így örülsz a meg nem született gyereknek, nem? Így ugye, hú, megúsztad kis öreg. Jó, igen. Itt azért. A most mi? Vagy itt a gyerek, ja. Gyerek helyett. Ugye nem terveznek gyereket. Így. Aha. Tudod, mert itt azért ez a messzalagász, ezt a lantkáj, mit vettél föl, miért vetted föl? 20 papucsot, belelépsz valamibe. Ettél már? Nem ettél? Miért ettél? De van ugyanez a típusú magyarság, ahol a gyerekeket terrorizálják. Tehát ha nem hallasz más, de egy hétig szegény gyerek bemenne úszni, kijönne a vízből, bemenne, ott a gyereket szedik. Kapsz vissza, fogom, mindjárt. Igen. Józsika, ödönke! Nem otthon vagyunk, vedd már vissza magad! És a gyerek semmit nem csinál, csak próbálja karúszót egy kicsit hangosabban felerőltetni az ő egy évvel idősebb testvérére, és agyba főbe terrorizálják őket. És egy hétig azt hallott, hogy a magyar üvölt a saját gyerekével. Jöjjön ki a vízből, menjen be a vízbe. Mit csinál, miközben egyébként 6 gombóc fagyit nyal az apuka, nagyon nagy hassal, úgyhogy már kicsit csöpög rajta, és néha fejem vágja a saját gyerekét. 2 gombócot? Azt akarod, hogy kivegyik a mandulának? Igen, ez a típus is van. Nagyon sok típusú családnyaral egyébként. Nyilván az angoloknál, a németeknél, a svédeknél mindenhol van hasonló típus, de azért a tipikus magyar nyaraló családot azért így valahogy nagyon meg tudod ismerni, nem? Kis nálonzacskó, Tescos, kivitted a Tescos nálonzacskót, mert nem láttam, biztos van egyébként. Ez az nagyon tipikus, amit mondtál, a croissant a reggeliző asztalról összeszedve. Igen. Igen. A fiatal pár, a gazdagék, a szegények, aki a nő, aki látja, vagy a nő, aki látott, hogy rossz helyre jött, és nem érzít jól magát, és nagyon utálja az egészet. A férj, aki feltűnően bámulja a többi nőt, és emiatt a felesége mindig veszekszik. Durcás. És durcás, és igen. És végig durcás. Igen, nagyon sok ilyen típus van. Na jó, úgyis hallgatod, hogy megírják, hogy ki milyen típusú magyar családdal találkozott már. Nekünk is volt élményünk a reptéren. Egyébként csak nem akarom őket elmondani, mert magukra ismerének nagyon durva. Honnan tudod, hogy magyar sorba állsz, igen. 7:30 pontosan 8 perccel jönnek a hírek, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello. Ugye a tipikus magyar turistáról beszélgettünk, külföldön az ember sokszor találkozik ilyennel. Van hallgatónk, aki találkozott magyar nő Egyiptomban, a főtt tojást pakolja a ridikülébe. Ami azért jó, mert ott Egyiptomban egy ilyen 40 fok van nyáron, tehát a főtt tojást, amit elviszel, ugye azt nem hűtőszekrénybe viszed, hanem leviszed a strandra. Igen. Tehát az körülbelül fél nap múlva egy ilyen zöld szörnyé válik. Sose értem azok... Miért kezdtétek el nélkülem? Tehát aki bepakolja a főtt tojást a reggelinél egy szállodában. Ugye nyilván más típusú turista is lehet, hogy pakol, de azért ez egy, szerintem sokszor egy magyar sajátosság, hogy 2 croissant azért fölviszünk. Ha csak nincs gyerek, mert a gyerek rá tud jönni, hogy reggel nem akar reggelizni, de 10-kor már éhes, az értető. De ha mondjuk nem látod a gyereket, és ilyen halom tányérral próbálnak kimenni egyébként a szállodából. A gyereknek lesz mind a 6. Hogy ő mitől fél, hogy ha nem is reggelizett, tudod ez a... És egyébként ugye nem arról van szó, hogy ő nem eszik semmit, csak fölvisz egy kicsit, mert rossz a gyomra, hanem azt látod, hogy általában sok brutálisan bekajál, ugye? Majd fölvisz. És ugye az ebéd, az reggel véget ér 10-kor, de délben fél 1-kor ott már ugye jön az ebéd, tehát szegények ott lepakolnak, visszapakolnak. És viszi föl a tányéron. Nem egyszer, nem késve. Főleg, ha ilyen all inclusive. Vagy pakol a táskájába, igen. Az is teljesen tipikus. Hogy azért 2 banán, 1 kis dinnye, 4 kis croissant, azért letakarva egy szalvétával kisétál, és oda somporogsz így mellé, ugye, vagy somfordász,
és hallott, hogy magyarul beszél, és viszi ki a kaját. Lopja. Igen. Tulajdonképpen. Hát, tulajdonképpen nem lopja. Nem, ez nem lopás azért. Hát fellopod a szobába. Hát, tehát, hogy lent annyit tehetne, amennyit akar. Tehát, hogy megehetné lent is, hogyha nagyon akarná azt a négy darab croissant, és nem szól rá senki. Ezt nem szeretik, hogyha elviszi az ember, meg bespejzol egész napra, mert akkor... A főtojást bepakolni azért az kemény, nem? Vagy teljesen normális, hogy berakod a főtojást a ritikülötbe, és fölviszed? Szóval azért nem mondta, hogy tehát ne, 2-3 órára azért nem halsz éhen. Jó, az még csak-csak, de a tükörtojás. Igen. De még a croissant is azt a hagyd fel, jó, fölviszek el tőtni egy banánt, oké. Okay. Ezek a főtojást berakod. Nagyon-nagyon éhesnek kell lenni, nem? Hogy fehérjek urán van a fér, vagy... Ja, igen. Sok fehérjére van szükségben, sok fogy. Igen. Horvátország fiatal pár, a csúcs az volt, amikor a csajnak azzal volt baja a hajón, hogy fúj a szél. Na, ugye? Az milyen? Fúj a szél. Igen. Aztán havai luxuszálloda, Nász út alatt találkoztunk egy magyar családdal. A reggeli alatt folyamatosan pakolták az ananást. Az ananászt az erre rendszeresített I Love Hawaii szatyorba. De legalább stílszerű mondja. Nekem I Love Hawaii szatyorba. Berakod az ananászt. Hát figyelj, hát lehet, hogy az ebédhez már nem lesz. Fölviszed szatyorba. De nekem az I Love Hawaii azt tetszik. Szerintem az jó. Jó, de csak azért, mert valószínűleg a Tesco szatyor elfogyott. Igen, elszakadt már. Vagy az interspáros, tudod, vannak ezek a tipikus bevásárlók, hogy otthon találsz, hogy jó lesz ez, majd ebbe visszük a cuccot a strandra. Ugye? És akkor ezekbe elkezdett bepakolni a reggelit. Gyönyörű. Igen. Egyéni szervezéssel mentünk tavaly Nász útra Máltára. Utolsón a gozó kirándulásra fizettünk be magyar csoportba. Természetesen nem úsztuk meg. Nap végén 60-as papa versus pincér bunyó. Mert a pincér szólni mert, hogy ha már beül a teraszra, akkor rendeljen is. Gyerekes. Hát itt van kraft az öregben. Igen, és az nem? Öregnek ugye volt egy vélemény, hogy a terasz igen. Azért van, hogy te üljél rajta. Kiverekszik, magyar verekszik. Hát figyelj, élelmes nép vagyunk, nem? Taxis hanyara. Kiverekszik a taxis, így van. Figyelj, az elmúlt 50 évben azért sok-sok háború, meg nem tudom, hát itt reflexből megy a kaja elpakolás. Hát ki tudja, hogy megérjük-e még az ebédet? Ki tudja, hogy nem felejtünk el lejönni ebédelni? Ezért csak eltelik a reggel és az ebéd között 2 óra. Nem, hát tényleg a múltban annyi kárunk származott abból, hogy nem tudtuk kiállni a jogainkért. Most érted, elébe mennek a dolgoknak. Meg ott állsz kint, nem tudsz idegen nyelvet, nem tudsz kérni ananászt. Így van. Há, honnan tudnád, hát hogy például angolul, hogy van az ananász? Érted? A pofon pedig nemzetközi. Abból mindenki ért. Ennyi. Igen. Próbálnád elmagyarázni a pincének is, hogy már kávéztam otthon reggel. Én csak most leülnék nézni a telejét. Igen. Egyébként lehet, hogy az lop tényleg, aki fél panszion van. Tehát, hogy ő okosan gondolkodik, mert azt mondja, hogy nem fizet be ebédet, neki elég a félpanzió, és föllopja az ebédet. Uh-huh. Ugye, mert ott utána akkor 10-kor reggelizel, és ott este 6-ig ki kell bírni. Tehát te nem költesz el arra, hogy elmenjél ebédelni, hanem szatyorba föllopod az ebédet. Ő nem tolva, ő okos. Mennyire élelmes? Takarékos. És I Love Hawaii szatyorban, ugye elkezded föllopni. Tehát már elmész Hawaii-ra nyaralni, azért az nem 100 000. Az nem. Nem. Tehát ott már azért, amikor megkérdezik, hogy félpanzió, vagy legyen benne egy ebéd is. Majd megoldom. Igen, ott az már nem biztos, hogy azon spórolna az ember. Igen. Egyiptomban pár orosz embert kellett megtépnem, mert kézzel lettek bele a pörköltben. Igen, akkor írja nekünk opaszul. Nem tudom, hogy oda mennék-e másokat rendbe rakni, hogy most hogy esznek, nem? Hát meg oroszokat főleg. Van, azért igen. Van egy... Az sem biztos. Meg az indiaiakat meg ne bántsátok, mert ők így szokták. Van, ahol ez egyébként igen szokás. Horvátországban a strandon egy árustán, amikor vásárlásnál alkudozni kezdtem, rögtön megkérdezte a kofa, hogy magyarok vagyunk-e. Még ez nem tipikus, mert azért az árusnál, aki odajön a snapszöveget, árul karkötőt, abban mindenki próbál alkudozni. Tehát ez nem egy magyar sajátosság. De azért fölismerte, hogy magyar, igen. 35 éves nő monokinizik nyaralás közben, barátnőmmel egymásra nézünk, a fiú barátunk széles mosollyal ül, mondom a barátnőnknek, nehogy már valamelyik kisgyerek odaszalad a nőhöz teje. Micsoda? Most milyen volt a készlet, azt még írd meg, tehát, hogy mert hogy 35 évesen miért nem monokinizhatna? Igen. Játszatok gyerekek, csak ne vigyétek messzire. Beteg! Albániában voltunk magyarokkal, a delikvensnek 6 rekesz konyak, a legnagyobb nevezetesség, ez volt a legnagyobb, majd Montenegróban a romantikus hajókiránduláson mindezt visszaadja a tengernek.
Áldozat Poseidon. Haletetés. A gyerekek, a magyar kiszavarul egy picit. Nem kapott bojlióhoz megfelelő anyagot, érte, ott etetett azzal, ami volt. Nincsen nász. Montenegróban visszaadott ezt a tengerben. A tengernek. Igen. Nizai repülőtér, apu kézipodjázban egy antik szuvenír pisztoly. Próbálja feladni, kézipodjáztak a pisztolyt. Isten. Ugye ezt már nyilván az ellenőrző kapun mész át, igen. Persze kiszúrják, angolul nem beszélnek, de a hölgy elmagyarázza nekik, hogy ezt nem vihetik fel, de ott van egy posta, feladhatják. Magyar család megfordul 10 perces intermezzo után, és a sor mellett kullogva anyu megszólal. Persze kellett az a rohadt pisztoly. De ők mit gondoltak? De mit gondol, hogy kézipodjázva föladja az antik pisztoly? Igen. Hát antik, hát nem tud elsülni. Aha. Vagy vízi pisztoly sem tudsz feladni. Nem, finansz múzeológus biztos látni fogja, hogy... Igen. Na jó van, oké. Okay. Igen, hát ez, vannak tipikus magyar családok, akiket tényleg meg lehet ismerni, hogy ők így nyaralnak. Oké, okay, Uven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Uven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Ez már lehet, hogy kavú. Horvátország magyarok vízforralóba főztek ki a tengerből összeszedett rákokat. Ez tök jó. Ezt elhiszem, és ezt tetszik. Ebbe azért van kraft. Mivel? Edényed nem volt. A szállodában meg ugye a reggeliről. Kis szethez van egy vízforraló. Na de mit? Te nem tudod megfogni se azok a pici rákokat, amik ugye a homokba bemennek. De ez lehet, hogy nagy rák volt. És nem tudom, a nagy rákhoz azért be kell úszni. Hát van ezek a rákterületek, de azért a partra nem jön ki az, amit utána te megeszel egy tintahal mellé. Én simán lehet tudok kézzel, hogy a szálláson leszették a szúnyogállót, ráfeszítették valamire, és addig bockodtak, amíg összeszedtek belőle másfél kilót, és megfőzték a vízforralóba. Ez nagy sztori. Pici rákok van. Hát sokat kell belőle fogni. Otthonról hozott vízforralóval. Nincs túl pici rák, csak túlkeresett fogtál. Atya Isten. Figyelj, azért ez nagyon komoly. Még a dél-afrikai világbajnokságon volt, egy banknál dolgozó ismerősöm, kedves barátom mesélte, hogy nyereményjeggyel család, kisfiú, mama, mikor kezdődik a döntő, kérdezte mindenki, ők azt kérdezték, hol lehet kapni Big Mac-et. Tehát, hogy őket ez foglalkoztatta jobban. Így van, illetve, hogy még van-e abból a jó kis csemeg, a kolbázban, amit vittek ki magukkal. Nagyon klassz. Na jó, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Móni, hello, Móni, szia! Igen. Mi újság, Móni, honnan jössz minket? Karosból hívlak titeket. Karos? Nincs semmi újság, Karos. De Zala, vagy csak sima, vagy Spá? Nem, ez csak sima. Karos, itt van Észak-Magyarországon. Uh-huh. És mit csinálsz? Itt lakom, egyrészt, másrészt a Karosi honfoglaláskori múzeumban dolgozom. Bizony. Miért ott jöttünk be? Karos felől? Így van. De így jó. Van. És nem vagytok sokan, ahogy látom, 487 fő egy 2013 januári adat szerint. Hát igen, elég pici falu, de igen. Jó ez így. De az mind olyan. Érted, az a 417. Hát mindenki is igazi mindenki. Karosi. Igen, ott még az is ír, ha valaki vesz egy új tévét, nem? Körülbelül. Ugye, de ugye, hogy nézd már, a Mónikáig vettek egy új tévét. Igen, mi börtönik neki? Hallottam. De ilyen beszélgetések van. Igen, ne is mondja, hallottam. És az a szép, hogy mind a ketten ugyanarra gondolnak. Igen. Móni, van, aki segít, vagy egyedül vagy? Most egyedül vagyok, mert a párom elment dolgozni, én meg most éppen szabadnapon vagyok. Párod mivel foglalkozik, régész? Villanyszerelő. Ott? Nem itt, hát nem messze egy kis városban, de járnak mindenfelé. Hát azért, mert ott olyan kevesen vagytok, hogy ott egyet kell javítani, egyet direkt elrontani. Igen. És másnap azt megjavítani. Igen. Meg igen. Jól van, Móni, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Te mondtad, jön a tél, ma aprítják a tűzik. Aha, felújítanak. Kurtítják a szomszéd fáj. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Móni. Nem is olyan nehéz. Hát ez még kicsit rövid volt. Jó, megmutatjuk még egyszer, ne kapkodjunk. Hát, ha beugrik, jó? Nem mutatunk még hosszabbat, nem akarom kivenni a bögrét. Figyelj. A második részből már biztos, hogy meg lesz. Hát reméljük. Bár én a bögrére pályáztam. Igen, érzem én, hogy ezt szerette volna. Nem utassuk nagyon? Nem fog beugrani?
Na, egy utolsót, jó? Figyelj! Nézzük meg, jó. Na 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 na. Hú, nem. Nem. Nem mi? Hm, de kár. Hát sajnos ki kell, hogy vegyük a bögrét. Hát jó. Jó, figyelj. Na 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 na. La 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 la. Na, ebből már meg kell, hogy legyen. Nagyon sokat játsszuk mi is. Hát biztos, és annyira ismerős, és annyira le vagyok blokkolva, vagy egyszerűen. Most így, nem? Na, hallgass meg még egyszer. Jó. Na 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 na. La 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 la. De amúgy magyar? Amúgy nem. Amúgy egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Hát akkor ez nem lesz meg. Gondolkoztam. Ez nem lesz meg. Figyelj, megmutatjuk, jó? Be fog ugrani, hallgass. So bizony. Okay. Bizony, bizony, mi ez? De ha mondom itt. Avancsi. Hát a nevét sem tudtam volna, egyáltalán nem ilyen zenébe mondok. Nem ismered? Avicii, nem? Így tudom, mert hallottam tényleg sokszor, de a nevét meg nem mondtam volna. Móni, hát sajnálj, nem, hogy bögre nincs, semmi nincs, sajnos. Nem baj, nem baj, egy próbát megért. Egy próbát megért. Na ne, van egy plusz ajándék. Igen? Csak na. Ó, van egy plusz ajándék, ott hallgass meg a reklámlukba, tehát üres kézzel akkor nem mész el tőlünk, jó? Hát, kis vigazdíj. Igen, lesz egy kis vigazdíj neked. Móni, köszi a játékot. Hát én is köszönöm szépen, sziasztok. Hello, köszi, ciao, ciao, sziasztok. Egy perc van pontosan 8 óra, Nógrádi Györggyel, ami külpolitikai biztonsági szakértőnkkel folytatjuk. Imádjuk őt, szeretjük őt, sajnos mindig van valami apropója, hívnunk kell, de hát szerintem nincs ember, aki ne hallott volna arról, hogy mi történt ugye múlt héten csütörtökön, amikor is lelőttek ugye egy maláziai utasszállítót, összeesküvés elméletek, mindenki vádol mindenkit, megpróbáljuk az ügyet kicsit kibogózni, és ami zárójel szakértőnkkel ezt a dolgot megbeszélni, hogy mégis most mi van a világpolitikában, ki mit mond, ki mit vallott be, és kire gyanakszik a leginkább. Érdekes a téma egyébként, meg hát persze nyilván nagyon szomorú is, hogy ez történt. Úgyhogy vele folytatjuk, 8 óra van, jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 15 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Mindenkinek, újra itt vagyunk élőben egy hetes pihenő után. Ilyen volt. Jó volt, igen. Jó időnk is volt. Ez nem volt benne a múlt hét előtti péntekben, hogy jó időnk lesz. Tehát kicsit próbáltuk átszervezni még a szabadságot, de már nem tudtuk, ugye, lehet, hogy rosszkor vettük ki, aztán egyszer csak megérkezett a jó idő, úgyhogy mindenkinek végül is jól telt a szabadság, de visszatértünk újra élőben, és friss közlekedési hírekkel is tudjuk segíteni azokat, akik úton vannak. Mi van a hatos úton, kérdezi valaki, Pest felé a Nullás hídtól áll, nem lehet haladni. Az okát nem tudni, ezt Edina is kérdezi, igen, a hatos út bevezetője pontosan. Egyébként az M0-ástól több kilométer hosszan csak lépésben halad. Aztán Andi szintén azt kérdezi, hogy mi van a Soroksári úton, 20 perce arra szólok, és csak 200 métert tettem meg. Andi, ahogy van valami info, azonnal mondom. Trafi Berettyú Újfalu és Tépe között, ezt Ildi küldte nekünk, Mezőrsön trafi a templom mellett a 81-es úton, üzeni nekünk amatőr. És a hatos út bevezetőjén az M0-ás után meg is van a válasz, műszaki hibás autó miatt torlódás, ugyanott 200 méterre pedig műszaki hibás kis teherautó. Ezt Gábor küldte el nekünk, úgyhogy a hatos út akkor ezzel meg is oldódott, legalábbis az okát tudjuk. Budaörsi úton a Sasadi után a befelé haladókat mérik, ezt András üzeni nekünk, és a Görbeházi pihenő előtt Pest felé van egy trafi az M3-ason, ezt Dani küldte nekünk. Ugye arról beszélgettünk itt az elmúlt egy órában, hogy miről ismered meg a magyar turistát, illetve hát milyen tipikus magyar turisták nyaralnak az emberrel. Ugye hát ez nem tudsz elszakadni az országottól. És hát csak még egyetlen egy utolsó SMS, és lezárjuk a dolgot. Horvátországban magyarok vízforralóban főzték, nem, ez a rákos, nem ezt akartam, előre bekevert palacsinta tészta gázmelegítővel a tengerparton. Ha nem lehet ott kapni egy normális palacsintát, akkor mit csináljanak? Érted? Szóval nem tudnak jót. A horvátok visszek én. Hát, nyaralá, na. Palacsinta, lángos. Ennyi. Még az, hogy nem volt egy olajsütő. Igen, és ez sütőjötik ott a tengerparton. Ez zseniális, zseniális, zseniális. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, ugye van nekünk egy biztonságpolitikai szakértőnk, és hát itt nagyon kedveljük, mindig nagyon jól mondja el azokat az összefüggéseket, amit mi egyrészt nem látunk, nem is feladtunk látni, de minden ilyen hasonló témában nagyon érdekes dolgokat mond. Ugye múlt egy csütörtökön délután egészen elképesztő módon lelőttek egy maláziai utasszállítót Ukrajnában, mondjuk Ukrajna fölött, most már valószínűleg az orosz szakadárok követték el ezt, most már nyilatkoznak a németek, nyilatkoznak az amerikaiak.
itt most már nagyon nem tudják ezt sokáig takargatni. Kérdés, hogy mikor állnak elő azzal, hogy ők voltak. Valószínűleg soha nem fogják ezt így bevállalni. Ez leginkább ugye nyilván Putyinnak kellemetlen. És hát 300 civil áldozat polgári légi katasztrófák közül az egyik legnagyobb. Tehát ártatlan emberek ülnek a gépen, repülnek, 70 gyerek. Én olvastam, mikor kim voltam, ez egész egyszerűen felfoghatatlan. Egyrészt azért, mert az emberhez ez már nagyon közel van, ugye? Tehát már te is azt gondolhatod, hogy ülhettél volna ott a gépen, a Vizertől kezdve nagyon sok mindenki repült ott Ukrajna fölött, bárki lehetett volna, akár magyarok is, vagy egy magyar gép is. Kettő, hogy ilyen értelmetlenül áldozatává válni a háborúnak, hát ez meg aztán tényleg borzasztó. Az is az nyilván, hogy ha katonák halnak meg, tehát az is szörnyű. De valahogy az ember azt talán könnyebben elfogadja. Itt viszont ártatlan civilekről van szó. A céltalanság és a megmagyarázhatatlansága az igen, az felfoghatatlan. És hogy ülsz a gépen, és egyszer csak azt hallott, hogy vége, és ugye hát ott láttam különböző ilyen animációs kisfilmeket, hogy ez hogy történik, hát nem is biztos, hogy egyből meghalsz. Tehát, hogy az meg aztán pláne felfoghatatlan. Hogy ugye ott ülsz, jön a robbanás, és te még úgy esel ki a gépből, meg egyet, hogy történik ez az egész? Hát az ember laikusként... Elkezd zuhanni, döbbenet. A laikusként, hogyha olvas erről az egészről, meg lát róla anyagokat a tévében, akkor így elkezd gondolkodni, és akkor gyakorlatilag az egész eseményt jellemezni lehet azzal a szóval, amit az előbb mondtál, az értelmetlennel. Tehát, hogy nem érted azt, hogy ez miért jó a szakadároknak, hogy miért jó az oroszoknak, hogy ebből ki profitálhat bármilyen szinten is, és valószínűleg éppen ezért lehet az, vagy történhetett az, vagy ezt a szakértő elmondja, meg majd később nyilván vizsgálatok során kiderül, hogy itt biztos, hogy valamilyen teljesen fatális és brutális véletlen egy félreértés, egy olyan dolog történt, mert hogy ugye ezt tudjuk, hogy a szakadárok már nem egy ukrán repülőgépet, katonai repülőgépet lelőttek az elmúlt hetekben, hónapokban. Számomra egyébként ez a legfurcsább ebben az egészben, hogy miért nem hoznak a légitársaság egy döntést, ahol azért leszednek két gépet előtte két nappal. És ez ugye nem polgárgép volt, hanem katonai gép. Csak azért, hogy ők egyébként spóroljanak. Még mindig kicsit gőgös módon azt gondolják, hogy hát 10.000 méter utazó magasság ott azért úgyse tudnak leszedni polgárgépeket. Miért nem változtatnak az útvonalat? Tehát itt repkedtek a gépek közben, és előtte már azért tudták a légitársaságok, hogy ott leszedtek a szakadárok, ugye talán két gépet is. Katonai gép volt, hát az is nyilván szörnyű, de hát jóval kevesebb áldozat, meg hát katonai áldozat, nem nyilván, mint az könnyebb lenne elfogadni. És ez a repülési magasság sem óvja meg a gépeket, főleg úgy nem, hogy már hetekkel korábban posztoltak ugye a szakadárok a mindenféle közösségi portálok olyan képeket, amiken látszódott, hogy rendelkeznek olyan technikával, ami akár a 10.000 méteres magasságon repülőgépeket is beszéltetni tudja. Utána azonnal nyilatkozott a Lufthansa, nagyon sokan, tényleg magyar légitársaságok is, vagy hapados légitársaságok, persze, hogy nem mennek arra, változtatok a repülési útvonalon, de csupán olcsóság miatt egyébként, vagy azért, mert nyilván arra a legrövidebb az útvonal, de ezt a dolgot kockára teszed, gondolván azt, hogy 10.000 méterre úgyse. Főleg egy olyan légitársaság. Ez a legmegdöbbentőbb, sok minden más mellett nyilván, hogy miért nem kerülték ki, nem az egész országot, csak mondjuk Kelet-Ukrajnát. Módosított, kicsit arrébb repült. Most lehet, hogy X mennyiséggel több kerozin fogy el. Talán de hát azért volna. Ott leszedtek tényleg 5 vagy 6 ezeren két gépet előtte. És tudták, hogy van már ilyen fegyverük. Tudták. Ezt posztolták, hogy van föld. Posztolták, és hogy ott vannak is, hogy azért ez nem két fiú indított egy váról indíthatóval, tehát hogy nem erről van szó. Igen, ez valami 9 egységből álló, ez a buk, nem tudom mennyi. Elolvastam, hogy ez hogy néz ki, meg ez hogy, tehát ez nem arról ez van nem szó. Ez nem egy légerhárító fegyver, aminek a kiképzése az mondjuk, mit tudom én, hogy egy óra alatt mondjuk el tudja bárki sajátítani. Itt egy komoly kiképzésnek kellett megelőznie. Egy kicsit tudjátok, pont ez is a baj vele egyébként, hogy, és ez az eset bizonyítja, hogy olyan helyre került ez a fegyver, ahova nem kellett volna kerülnie. Tehát ezek a fiúk, ha most így nagyon kiszínezzük a történetet, akkor így picit hebrencs módon fölnéztek az égre, nyilván nem látod. Ha! Gyerekek, ott megy egy csakorosz gép, lőjük már le! De nem tudnak fölnézni. Pont ez erről van, hogy nem tudnak fölnézni. Tehát ezt orosz segítséggel kapták meg, az oroszok kiképezték őket, vagy az oroszok mentek átlőni, aztán visszamentek. Azt értem, csak hogy ők azt gondolták, hogy egy szú típusú repülőgépet fognak. Szerintem ők ezt elnézhették, tehát ők azt hitték, hogy ez egy ukrán gép lehet. Igen, hogy ilyen kézbe került egy fegyver, ezért veszélyes, mert ez a faszi, ez a hapsi, aki most ezt kilőtte a gépet, lehet, hogy hónap úgy gondolja, hogy elfordítom egy kicsit a izét, és lövök egyet Magyarország felé. Érted, hogy észtelenül csinálták a dolgot, vagy eszetlenül.
Igen, hát szerintem még arra gondolhattak, hogy egy ukrán gép. Hát igen, ez ki, az volt az első posztja az orosz barát szeparatisták vezérének, hogy kilőttünk egy orosz gépet. Aztán azt eltüntették a Twitterről, azt a, igen, hamar eltüntette azt a bejegyzést, igen. Igen, meg hát ugye voltak lehallgatott beszélgetések, aminek ugye vizsgálják most az eredetét, hogy igaz, nem igaz, de hogy a szakadárjaink, tehát hogy a mieink lelőttek egyet, és akkor ott ment a találgatás. Úgyhogy aztán kiderült ugye a beszélgetés végén, a lehallgatott beszélgetésből, hogy ők akkor már tudták, hogy ez egy polgári gép, és akkor úgy ért véget a beszélgetés, hogy hát minek röpködnek itt, hát háború van. Ugye a két szakadár között, akik megbeszélték, hogy egyébként nem katonai gépet szedtek le, hanem polgári gépet. Ebből szóval látszik egyébként, hogy a vezetőségüket sem katonai, sem polgári szempontból egyszerűen, vagy a civil, sem a katonai, nem lehet komolyan venni ezeknek a szakadároknak. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy minek röpködnek arra, hát az milyen vezető, kettő, az a katonai vezető, aki nem tud különbséget tenni, mondjuk egy szakember, aki nem tud különbséget tenni egy civil, meg egy katonai repülőgép között, vagy még mielőtt kiad egy tűzparancsot, azelőtt nem ellenőrzi le azt a légijárművet, amit célba vettek. Hát mert nem szakember. Ezeket nem lehet komolyan venni. Igen. És az a bringás, aki mind a két malájgépen ott lett volna, mind a két malájgépen valamilyen bringás. Bringázó. Igen, egy bringás ember volt, az egyiket lekéste. Az egyiket lekéste, a másikat vagy elcserélte, vagy nem ment el, vagy vissza, mint a mind a két malájgépre volt jegye. Vele dolga van a jó Istennek. Igen. Igen, és az a család, azt láttátok, annak nyilatkozatok, akik lekésték ezt a malájgépet? Nem, azt nem láttam. Hát három ilyen boldog embert nagyon régen nem látta, hogy egy gyerek, nyilván ő nem tudja, hogy miről van szó, a nő meg a férj nyilatkozott, talán a BBC-nek, házaspár. Hogy ők törték magukat, rohantak, dugóban álltak, mérgelődtek, hogy ugye hát elért a gépet. Nyaralása. Az. Nyaralásról, és hogy lekésték a gépet, és őket ott még a reptéren megszólaltatták. Hát az valami elképesztő. Az valami elképesztő, olyat is olvastam, hogy olyan is volt, aki pedig mindkét malájgépen elvesztette valakiét. Aha. Az is mennyire kemény. Nagyon nem? Számomra egyébként a legmegrázóbb az volt, amikor mutattak egy olyan fiatal 20 éves srácnak a fotóit, amiket még ő maga készített a felszállás előtt. Ő magáról néhány szelfi. Mint hogy csak megérezte igen, volna, hogy... Ő írta ki, hogy így néz ki, ha eltűnne a gép. Volt egy ilyen is, aki lefotózta a malájgépet. Szóval elképesztő. Mi sokat beszélgettünk erről, hogy ülsz a 10.000 méteren, vacsorázol, délután van, és egyszer csak hallasz valamit, nem? Hogy ez így, hogy zajlik? Az egy perc, vagy az a fél perc. Ha kis szerencséd van, akkor nyilván azonnal vége, de ha mondjuk nem, tehát ez egész egyszerűen felfogadatlan. Na kíváncsi vagyok. Én még mindig azt látom egyébként, olvasva itt a hozzászólásokat a Merkeltől, meg a amerikai külügyminisztertől, hogy még mindig ilyen nagyon-nagyon óvatosak. Most már azt kimondták egyébként, hogy persze, honnan jött a rakéta, de itt megszorítások kell lennének meg. Tehát, hogy még mindig nincs az, hogy valaki kiálljon, és olyat oda szóljon a Putyinnak, azon kívül, hogy szankciókat kellene bevezetni, meg hát ezt most már tényleg meg kéne büntetni. Tehát mint vagy félnének a Putyintól, vagy nyilván itt gazdasági érdekek vannak a háttérben, és nem fognak valakivel szembe menni 300 civil áldozat miatt, azért, ha ott közben komoly gazdasági érdekek vannak, de hogy még mindig nincs egy egységes összefogás a Putyin ellen, semmi, csak ilyen kisebb-nagyobb nyilatkozatok, amik azért nem túl erőteljesek. Igen, nem? Csak ennyi emberi értelmetlen halála már kimagyarázhatatlan, lehet, hogy ez az a fordulópont, amitől kezdve most már nagyon-nagyon komolyan kell venniük, ez az egészet is adott esetben mondjuk valamilyen formában, de tényleg keményen komolyan közbe kell lépniük. Na megkérdezzük a mi biztonságpolitikai szakértőnket, Nógrádi György itt van velünk, halló, jó reggelt, kívánunk! Hello! Jó reggelt! Én rengeteget tanultam tőletek, amiket az elmúlt percekben mondtatok, beviszem az egyetemi oktatásra. Jegyzeteltél? Igen, fölírtam. Hogy így ne! De hogy így ne, ugye? Egy biztonsági mentés, légy szíves. Hogy vegyem föl mindent, és ettől kezdve mindennek van, amit mondhatok. De minket nem tettél zárójelbe? Nem, csak fekete listára. Nem is tudom, hol kezdjük ezt a dolgot. Talán ott, ahol abba hagytam, hogy lehet, hogy még mindig nincs valaki, egy jelentős ország, jelentős politikus, aki keményen odaszólna a Putyinak. Hát most már azért egyre egyértelműbb kezd lenni, hogy ezt orosz segítséggel a szakadárok lőtték ki ezt a gépet. A válaszom az, hogy tökéletesen igazatok van. Egyértelműbb kezd lenni, de nem egyértelmű. Nem véletlen, hogy az Obama sem mer semmit mondani. A Kerry igen, mert elnézést, hogy idézőjelbe csak egy beosztott külügyminiszter. Jelenleg ott tartok, hogy a biztonsági tanács rendkívüli ülésén orosz ellenes hangulat lett, aminek nyilván az lesz a következménye, hogyha határozat lenne Oroszországról, az oroszok megvétózzák. A másik, amiről beszélünk, hogy a konfliktus attól kezdve, hogy ezt a gépet lelőtték, nemzetközivé vált, és jelenleg két konfliktus uralja a világon. Ez és Gáza. A síta-szunita összecsapás Irakba perifériára került, minden perifériára került. Érdekes módon ti a lényeget elmondtátok. A britek, franciák, németek egyeztetnek új szankciókról, de rendkívül óvatos mindenki, mert a szankciók milliárd euróban mérhetők. A luxemburgi külügyminiszter adott egy interjút, ahol azt mondta,
hogy minden szankció, amit Európa hoz, az USA-t erősíti, Oroszországot és az Európai Unió gyöngíti. A másik, amiről soha nem beszélünk, hogy elképesztő módon hazudnak mind az oroszok, mind az ukránok. Mindenki mindent meghamisít, és ettől kezdve tényleg lehetetlen megmondani, mi történt. Egy-két megjegyzés. A katonai gépek eddig 5-6 ezer méterre mentek, most felvitték őket 9000-re, 2. Nyilván az a balfácán, aki ezt a gépet lelőtte, az katonai gépnek nézte. A probléma a következő. Ha bebizonyosodik, hogy a lelövő az orosz barát szakadár, akkor Oroszország ellen olyan szankciókat kéne hozni, hogy visszajöjjön a hidegháború. Senki nem akarja. Európai Unió, USA, holland miniszterelnök nyilatkozik. De mi történik, ha bebizonyosodik, hogy a ukránok lőtték le? Akkor azt mondjuk, hogy az új szövetségesünk, akiről azt állítjuk, hogy demokrácia is nem az, amely a világ egyik legkorruptabb országa, mi adunk pénzt, mi adunk fegyvert, és cserébe lelövi a mi gépünket. Tehát szörnyű nehéz a helyzet, ezért én, mint hülye egyetemi tanár megkockáztatom, hogy jelenleg a világ abban érdekelt, hogy legyen egy rendkívül kemény vizsgálat, és a végén ne derüljön ki a pontos igazság, mert bármelyik derül ki, az katasztrofális. Tehát jelenleg ott tartok, hogy a nemzetközi kapcsolatok egy hidegháború szintre mennek vissza, és ezt senki nem akarja. Mindenki így fogalmaz, úgy fogalmaz a másik. Azért azt is látni kell, hogy a halottakat kirabolják, hogy a bőröndöket kinyitják. Hát az aztán pláne egy döbbenet. Ez döbbenet. Ez azt mutatja, hogy a térségbe elképesztő a nyomor. A luxemburgi külügyminiszter egyébként azt mondta, hogy bármit csinál Ukrajna, 10 éven belül nem kapja vissza a Krímet, de meg tudja tartani Kelet és Dél-Ukrajnát. Erről kellene tárgyalni, és nyilvánvaló jóvátételt fognak kapni a halottak, mindenki, de hogy kilőtte le a gépet, ez soha senki nem fogja elvállalni. Egyébként azt mondod, hogy bocsánat, hogy a szabadulók, azt mondod, hogy elképesztő a nyomor, de az is egyértelmű, hogy elképesztő a káosz is, mert azért ezek a szakadárok nem gondolhatják komolyan, hogy ezek az események az ő ügyüket szolgálják nemzetközi szinten. Azt nem, de azt igen, hogy a felelősség Ukrajnáé. Az elmúlt órákban kijöttek amerikai anyagok, amelyek azt mondták, hogy teljesen mi történik, ez ukrán légtérben volt, tehát legalább részfelelőssége az ukrán vezetésnek van, és még egyet hagyjuk. Tehát nem véletlen, hogy a Poroshenko a újonnan megválasztott államfő sorra rúgja ki a kormánytagokat, hát egyik alkalmatlanabb, mint a másik. Már kirúgta a külügyminisztert, kirúgta a vezérkari főnököt, kirúgta a védelmi minisztert, és kírja a választásokat, mert ezzel a kormánnyal lehetetlen mit kezdeni, annyira korrupt és hozzá nem értő. Tehát a Poroshenko és Moszkva céljai találkoznak abban, hogy ezt a vezetést el kell zavarni, csak a hogyan tovább a teljesen más nyilvánvaló az ukrán és más az orosz elképzelés. És még egy nem világnagy, hogy a gép lelövése utáni percekben a Putyin felhívta az Obamát, és nem hozták nyilvánosságra a telefonbeszélgetésüket. Nyilván a Putyin mindazt elmondta, amit tudott, és amit az Obamával meg akart osztani. Az Obama mind máig nem fogalmaz egyértelműen. De mit mondhat ilyenkor a Putyin, hogy fölhívja, és azt mondja, nem mi voltunk. Hogy nem mi volt, vagy igen, mi voltunk, de hát tudod, vannak a gazdasági érdekek a két ország között, ne álljatok ellen, ne gyertek ellenünk. Lehetetlen megmondani, hogy ki volt, mindenről értesíteni fogom az amerikai elnököt, és azt kérem, hogy egyelőre ne lépjünk a nyilvánosság elé. Tehát, és a másik, hát azért az elmúlt órákban közé tette erről a tanulmányát Jóska Fischer, a volt német alkancellár, külügyminiszter, aki azt mondta, hogy rengeteg ma a közös orosz-amerikai érdek. Ugyanezt mondja a luxemburgi külügyminiszter, aki azt mondja, hogy lehetetlen Iránt megoldani, lehetetlen Irakot megoldani, lehetetlen Szíriát megoldani egy orosz-amerikai együttműködés nélkül. Szörnyű, durván 300 ember halála. Nyilván ezt még egyszer valami balfácán csinálta a tévedésből. A kérdés az, hogy a balfácán melyik oldalon volt, de ez a lényegen nem változtat. Azt tudjuk biztosan, hogy maga a fegyver az Oroszországból érkezett? Azt lehet már, azt se lehet tudni. Pontosan, hogy ez a fegyver rendszer. Rendszeresítve van mind az ukrán, mind az orosz hadseregben. Azt is tudjuk, hogy egy héttel az események előtt az ukrán szeparatisták, orosz szeparatisták, nekem mindegy, hogy fogalmazunk, föltették internetre, hogy egy ilyen fegyverrendszer zsákmányoltak az ukrán kormánytól. Tehát a probléma az, hogy egy 30 kilométeres vagy 50 kilométeres körön belül ugyanaz a föld levegő rakéta van orosz kézben, ukrán kézben és szeparatista kézben. És az amerikai műholdas hírszerzés azt mondja, hogy pontosan látták, hogy csapódott be a rakéta a gépbe, pontosan látták a gép megsemmisülését, de nem tudják bemérni, hogy pontosan honnan indították a rakétát. Ez itt megint egy ilyen ködösítés, ugye? Természetes. Hát senki nem vállalja föl, hogy azt mondom, hogy kérem ezt a rakétát, Donetsk, mint egy 8. kerületéből lőtték, amely szeparatista vagy amely ukrán kézben van. Persze.
De hát akkor ők ezt tudják. Hát egy fölülnek egy ilyen rakétát 10 méterre, tehát annak pontosan nyoma van. Hát. Így van. Na most azért annyit hagymiak ennek a rakétának a 10 km magasság semmi. Igen, hát 22. Igen. Ki, és 79-ben állították rendszerbe ezt a rakétát. És azért egyszer mondjuk el, hogy 1960-ban Sverdlovszkát egy U-2-es amerikai kémgépet lelőttek, ami 10.000 méteren ment. Tehát az 2014-ben, hogy lelőni egy polgári gépet, ez az idézőjelben a világ egyik legegyszerűbb dolga. Az egy más kérdés, hogy a kezelő személyzet a hülyék gyűjteménye volt, bármelyik oldalon volt is. Ugye nagyon sok összeesküvés elmélet látott már napvilágot, ennek mentén, ha elindulunk, és azt mondjuk, hogy nem az orosz barátok voltak, nem az ukránok voltak, hanem egy harmadik, annak lehet egyáltalán bármiféle alapja, és akkor nem mondtuk, hogy milyen nációba tartozunk. Válaszom az, hogy 1% esélye lehet, mivel Ukrajnában ma már egyéb erők is vannak, de mivel senki nem mondja ki, hogy kit ezek az egyéb erők, én se akarom, de ennek a valószínűség az én számomra 1% vagy 1%. De ebben is benne. Még egy kérdés, bár nem vagy légiforgalmi irányító, még várjál, igen, vagy nem tudunk róla, ez lehet a másik. Mit keresett ez a gép Ukrajna fölött? A válasz rendkívül egyszerű, egy, itt megy át az Európa-Ázsia légifolyosó, kettő. Ez a gép a légifolyosó irányától eltért, három. Abban a percben, hogy lelőtték a gépet, abban a percben az összes nemzetközi gépet kitiltották. Tehát itt megint fölmerül a kérdés, hogy miért kellett addig válni, miért kellett vinni polgári gépeket abszolút háborús övezetbe. Nyilván olcsóság, ennek egy oka van azért, mert arra a legolcsóbb repülni, tehát hogy spóroltak el, el lehet menni máshova is, csak drágább akkor. Élet, mekkora pénz megfelel meg, még egyet adj meg. Ma már néhány repülő föl van szerelve ellenrakétákkal, az eláll minden gépe föl van szerelve, az összes vezetői gép a világon. Tehát ha ezek a gépek föl lettek volna szerelve, amit megint nem csinálnak meg, mert eddig nem kellett, és drágítja a költségeket, abban a pillanatban ezt a rakétát egy pillanat alatt semlegesíteni lehetett volna. A kérdés az, hogy ettől kezdve a világ polgári gépeit föl fogják szerelni rakétákkal, az én válaszom nem, mert megdrágítaná a légi közlekedést. Hát igen, tulajdonképpen a konklúzió az, hogy megint a gazdasági érdekek győznek, egyértelmű válaszunk soha nem lesz, zajlik valami olyan háttéralkó, amit nyilván a hétköznapi ember soha nem tud meg, és megy a terelés, megy a maszatolás, mind mindig, ugye? Mind mindig, egyetértünk. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Köszönjük, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, köszönjük szépen. Érdekes, nem? Hát inkább az is tragikus, tudod, hogy 300 ember élet nem ér annyit, hogy... Ne, dehogy ér, hát annál jóval több se ér, persze, igen, persze, igen. Persze. Közben pedig az amerikaiak ugye az ukránoknak fegyvert is szállítanak, hát az mekkora biznisz. Tehát azért van ilyen összeesküvés elmélet is. Igen, csak hogy ez a dolog ez így megy, vagy így folytatódik tovább, akkor várhatjuk a következő tragédiát. Igen, tehát ugye az amerikaiaknak érdeke, hogy ez a konfliktus ne oldódjon meg, mert nagyon sok pénzt nagyon jól adnak el ugye az ukránoknak. Na most egy ilyen gép lelövésével pedig ugye hát tovább fokozódik a feszültség, ami ugye aztán még több fegyver kell. Az pedig Amerikának tök jó, tehát nem feltétlen szükséges az, hogy ezt Amerika megoldja. Nem is akarják, hiszen pénz van benne. Érdekes, nagyon sokféle dolgot lehet olvasni. Fél 9 volt, pontosan 6 perccel 3-as ugrásra lehet jelentkezni, ráadásul ugye Forma 1-es jegyeket lehet nyerni. Így van, mind a három válasz nyerhet akár. Azt mondja, hogy az első jó válasz után 2 darab háromlapos jegy, a második jó válasz után 2 darab háromlapos jegy plusz Red Bull Racing relikvia, a harmadik jó válasz után pedig láss csodát, te is 2 darab háromlapos szuper gold jegy. Juhé! Fél 9 múlva 6 perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, újra itt vagyunk egy hét pihenés után, már újra élőben. Néhány megírták, hogy felvételről megy a beszélgetés. Hát ez nem. Lesz volna, ez nehéz lett volna. Igen, főleg, hogy múlt hét csütörtök óta van ennek a beszélgetésnek. Apropója, nem. De lefotozzuk Jenit egy mai újsággal így van a kezében. Hogy bizonyítsuk. Bocsát, most már élőben vagyok? Hogy bizonyítsuk. Na, csak még egy pillanatra felhívjuk, amit drága légiforgalmi irányítónkat, aki nagyon jól beszél, hogy... segítsen nekünk, mert ugye nagyon sokan repülnek itthon is, máshol is, ezek a rakéták simán fölmennek 10-re, 22 000-re, csak hogy van ez, hogy miért mindig ugye megint, ahogy most is látok, utólag döntenek a légitársaságok arról, hogy arra nem repülnek, illetve nagyon sok helyen azért föl tudnak lőni egy ilyen rakétával, és mégis arra repülnek a gépek. Ki a fene dönt erről? Meg mikor döntenek? Hogy nem? Azt gondolja a légitársaság, úgyse gyerekek. Úgyse, igen. Polgári gép vagyunk, úgyse lőnek le. Hogy úgyse, igen. Bakos József, föl légiforgalmi irányító. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Itt van velünk. Hello, bent veled már sokszor beszéltünk, már rutinos nyilatkozó vagy mondhatni. Igen, igen. Éppen nem dolgozol?
Éppen nem dolgozom. De egyébként az élet úgy hozta, hogy azon a csütörtök éjszakán, pont éjszakás voltam, amikor úgy jöttünk be, hogy a rádióban hallottam, hogy mi történt. Ez gondolom benneteket is megráz egy ilyen, nem? Hát, figyeljük, egy irányítónak annál szörnyűbb, hogy eltűnik egy radarjel, a radarernyőről nincsen. Tehát ez egy borzasztó érzés lehetett a kollégáknak, de hát egész éjszaka ez volt a téma nálunk is. És mindenféle előjel nélkül, ugye? Tehát, hogy ugye a kommunikációban nyilván minden rendben volt. Így van. Igen. Ilyenkor ti azonnal megkapjátok az útvonalat, hogy merre tereljetek? Vagy hogy van ez? Hát azon az éjszakán az történt, hogy egyszer csak a szlovák kollégák hívtak például, hogy jön egy maláj gép felénk, mert módosított a menet közben az útvonalát, és mindenképpen Törökország és Irakon keresztül akar menni, el akarja kerülni Ukrajnát. Aztán utána jöttek a többi hasonló járatok, de ennek az volt az érdekesség ennek a mai gépnek, hogy a pilóta nem is tudta egyébként, hogy merre kell menni. Tehát azért hívtak a szlovákok, hogy ők tudták, hogy magyar határig hogy kell jönni, aztán utána már mi koordináltunk a románokkal, hogy merre menjen tovább a gép. Tehát repülés hogy közben a pilóta tud változtatni? Ez annyira online volt, így van, hogy szerintem valahol, már nem emlékszem pontosan, hogy honnan indult, de fölszállás közben, vagy már repülés közben kapták az utasítást, hogy semmiképpen nem léphetnek be, és akkor onnantól kezdve improvizálás volt, hogy akkor oké, de merre. És akkor azt ti találjátok ki, hogy merre viszitek tovább? Hát a román kollégákkal konzultáltunk, ugye a pilóta elmondta, hogy Törökország és Irak felé akar menni, és akkor utána megbeszéltük, hogy mely az az útvonal, ami Románián keresztül, ugye a Fekete-tengeren keresztül Törökországba vezet, és akkor onnantól, hogy nyugodtan megkapta a többi információt a törököktől. De hogy van ez, hogy ahol előtte két nappal leszednek kettő darab gépet, vagy lelőnek kettő darab gépet, ott engedik a polgári légi közlekedést, és senkinek nem jut eszébe, hogy nem terelik el. Nyilván szerintem ennek egyetlen egy oka van, az olcsóság, vagy az olcsósítás, nem? Hogy arra a legrövidebb az útvonal? Az, hogy hol lehet repülni, azt mindig egy ország dönti el. Tehát itt az ukránok voltak azok, akik egy bizonyos magasságig ugye már az esemény előtt lezárták a légteret, illetve egy olyan korlátozott légteret jelöltek ki, amint csak engedélye lehetett átrepülni. Úgy gondolták szerintem, hogy fölötte még biztonságos a dolog, és hát semmi jel nem mutatott arra egyébként, hogy ilyen magasságban is. Tehát az ország szól, hogy most nálunk lehetőleg ezen a magasságon fölülne. De hát a légitársaság is hozhat egy döntés, hogy nem engedem a gépeimet. Abszolút a légitársaság. A döntés a légitársaság. Uh-huh. Tehát, hogyha megnéznétek Európa útvonal térképét, légivonal térképét, hát az olyan, mint egy burdaszabás minta. Tehát tele van útvonalakkal, a légitársaságok maguk döntik el, hogy az adott napon, de itt rengeteg dolgot kell figyelembe venni. Tehát a távolságot, a hosszat, azt, hogy mennyit kell fizetni az átrepülési díjjel, de azt is, hogy milyen szél van az útvonalon. Tehát, mert hogyha jó hátszelet repülnek, akkor hajlandóak, vagy hátszelük van, akkor hajlandóak hosszabb útvonalon is repülni, csak azért, hogy gazdasági szempontból jobban járjanak. Hát, igen, és akkor a magyar gépek is repülnek? Nyilván repülnek egy csomó ország felőtt, ahol egyébként lőnek, nem? Én nem hiszem. Tehát, nem mondtad, hogy ez a gép is Irakon keresztül akart menni? Törökország-Irak. Igen, Törökország-Irak. De hát úgy látszik, hogy még Irak még mindig biztonságosabb helynek tűnik. De hát egyébként most rengeteg ilyen forrongó zóna van, ugye Líbia felett is most ilyen korlátozott légteret jelöltek ki, tehát oda sem lehet repülni. Most valami forrongás van. De hát egyébként a kollégánkkal, amikor ugye meghallottuk a hírt, és ugye megjelentek az első ilyen kerülőgépek, egyből arra gondoltunk, hogy mit fog ez jelenteni számunkra. Tehát eddig is az év eddig eltelt időszakában egy 7%-os forgalom növekedés van. Úgy látszik, hogy visszatért az embereknek a repülési kedve. Nagyon sok forgalmunk van, ugye nyár kellős közepén vagyunk, de hát egyből azzal számoltunk, hogy egy 5-10% még erre rá fog ragódni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a hétvége, ami most elmúlt hétvége, fantasztikus rekordokat hozott, forgalmi rekordokat. Soha ennyi gép még nem repült át az országot, de hát hála Istennek, a világ legmodernebb technikájával rendelkezünk, és a kollégáim szuper felkészültek, úgyhogy... Te mondjuk egy óra alatt, vagy egyszerre hány gépet viszel? Tehát ülsz egy monitor előtt, ugye ezt látja egy laikus, főleg, hogy radar, vannak ott különböző hívójelek. Hát pitty-pittyet hallasz. Pitty-pitty, igen, MH, nem tudom, hány ezer, nem tudom mi, de hogy hány gépet kell neked egyszerre követnem. Hát úgy képzeljétek el, hogy az ország határaival körbe vett légtér azért egy elég nagy darab légtér. Tehát 66 ezer láb, vagy az 23 ezer méter magasságig, azért ez egy hatalmas légtér. És amikor ilyen nagy forgalom van, akkor mindig azt csináljuk, hogy ezt a légteret kisebb dobozokra, úgynevezett szektorokra bontjuk, és például amikor ez a csúcsforgalom volt, akkor az ország keleti részén 4 darab ilyen légtér dobozban vittük el a forgalmat, és
a legforgalmasabb órákban akár 200 gép is lehet az egész ország légterében. Az én szektoromban általában 50, vagy egy-egy szektorban 50-60 gépnél több nem lehet, mert az már túl. Egyedül 50 gépet figyelsz? Hát de nem egy időben, az egy óra alatt. Ja, egy óra alatt. Ez úgy van, hogy van egy ilyen úgynevezett okupanci, tehát egy ilyen telítettségi szám, amikor egy-egy szektorban mondjuk 18-19 gépnél több nem lehet. Ez attól is függ egyébként, hogy milyen forgalom. Ha csak bejelentkezik, és negyed óra múlva kijelentkezik, tehát ilyen főleg átrepülő mozgás van, abból többet el tudunk vinni, de ahol az alacsony szektorokban, tehát a földhöz közeli szektorokban, a repülőterekhez közeli szektorokban, ahol nagy a függőleges mozgás, tehát lefelől szállnak, tehát függőlegesen mozognak, ott azért kevesebb gép is nagy galibát tud okozni. Egy pillanatra csak visszatérve ehhez a múlt csütörtöki tragédiához, amikor megtörtént az esemény, akkor nektek például a magyar légirányításnak feladata az, hogy az arra felé tartó gépeket azonnal leterelje erről az útról? Hát egyrészt Ukrajna felől nem tudjuk leterelni. Nem, ahogyha valaki Magyarországon keresztül repül és megy arra Ukrajna felé, akkor te ott azonnal beavatkozol és azt mondod, hogy kerüld el? Nem. Az, hogy milyen útvonalon repülnek, az abszolút a légitársaság döntése. Aha. Én azt tudomásul veszem, természetesen, hogyha tudomásom van arra, hogy mit tudom én egy tiltott, mondjuk tegyük fel, hogy az egyik szomszéd országban történne valami, és kijelentenék, hogy bezárt a légtér, akkor nem fogom beengedni a bezárt légtérbe, ezt elmondom a pilotának, és közösen kitalálunk valamit. Aha. Tehát ez olyan messze van, 1500 kilométerre van tőlünk, hogy ez a pilotának a döntése volt. De utána azért mondom, hogy ez volt az első, ez a maláj, aztán utána tömegesen jelentek meg olyan légitársaságok, akikre ránk kérdeztünk, és megerősítették, hogy igen, azért, mert az ukrán helyzet miatt jönnek felénk. És mondom, ez a hétvégén csak folytatódott, tehát félelmetes forgalom volt a héten. Hétvégén. Egy ilyen eltűnés az egyébként hogy néz ki? Tehát látod is tényleg úgy, ahogy azt a filmben látja az ember, hogy eltűnik, az irányító hívja, néma csönd, zúgás, és vége? És semmiféle jel utána gondolom, nem? Ez pontosan így, ez így zajlik le. Ugye a radar irányítónak az a feladata, hogy folyamatosan a radar jelet nyomon kövesse, és ugye ha szükséges, akkor beavatkozzon. Na most, hogyha 18 gépből egyszer csak eltűnne egy, azt nagyon nehéz lenne észrevenni, de hát, ahogy mondtam, tényleg világszínvonalú technikával dolgozunk. Van a rendszerünknek egy olyan szolgáltatása, hogyha egyszer csak eltűnik egy radarjel, akkor felugrik egy ablak automatikusan, és azt mondja, hogy ennek a gépnek a radarjele ebben a földrajzi koordinátában eltűnt. Aha. Tehát egy ilyen figyelemfelhívó dolog van, tehát tényleg 18 gép közül észrevenni, hogy egy eltűnt, az nagyon nehéz lenne. De te megkapod a jelet, hogy eltűnt. De ezáltal azonnal tudok reagálni, és azonnal el tudom kezdeni a rádión hívni, hívom, megkérem a légitársaságokat, van egy úgynevezett nemzetközi vészfrekvencia, azon is kezdem hívni, tehát hogyha nincs válasz, akkor az borzasztó. Az borzasztó. Hát szegény kolléga, ahogy te is mondtad, igen, hát ez neki az elképesztő lehet. Igen, és azért mondom, hogy ez teljes mértékben mindenki át tudja élni, aki valaha is ezzel a szakmával foglalkozott, hogy milyen szörnyű lehet. Hát persze a legszörnyűbb azoknak, akik a fedélzeten voltak, de hát mi is ezt nehezen éljük meg. Józsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, jó munkát nektek, a nagyon csapatnak, nem csak mindenkinek. Ne csak magadra vigyázz, igen. De a többiekre. Igen. Mindenkire vigyázom, mondom, a legprofit csapat, aminek higgyetek el. Köszönjük szépen, Bakos József légiforgalmi irányító, köszi, vigyázz magadra, ciao, hello. Izgalmas munka, nem, hogy minden nap úgy mész be, hogy van egy kis adrenalin, tehát soha nem tudsz úgy bemenni, hogy ez most úgy... Lesz egy nyugis nap, nem? Hát azért ez is egy érdekes meló. Fantasztikus csapat, de jó lenne a tagja lenni. Hát, Vadó János. Minél 18 gépet szakad a rólad a víz. Egy pillanat, tarts, léci. Igen, még két brownit a Janinak, egy kicsit diszva, még egy kört tudnátok menni, mert itt van egy dolog, amit még nem tudtam megoldani. Igen, ez a banános trüffel kifogott rajtam. Hoppa, kólám benne van a pultban. Ne az én lennék. Ez viszont már én vagyok. Kiablott. Igen, na jó van. Jó, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Ildi, halló, Ildi, jó reggel! Sziasztok! Halló, honnan hívsz minket, Ildi? Puszta Miklósról. Mit csinálsz ott? Nyilván ott laksz, hülye kérdés. Nem, igen, a barátja. Igen, de arra gondoltam, hogy igen, csak hogy visszakerázodnom, mert még nagyon szabin vagyok. Hogy bár dolgozol, vagy még otthon vagy? Dolgozom. Mit csinálsz? Már dolgozom. Na, most megjöttem. Egy gyárba vagyok, betanított munkás. Betanított munkásként dolgozol, és ott hallgathatok rádiót. Na, hát ez
pozitív? Nem, úgyhogy fönn vagyok a mellékhelyiségben. Szép volt, Bali, jó, belekérdeztél. Még úgy örülök, ha egy munkahelyen engedik, mert egyre többször szembesülünk az, hogy nem engedik, pedig hát ez zene az mindenkinek jó. És akkor fönt vagy a WC-ben. Igen. De legalább van alibid. Ne öblíts, kérlek, ura. Igen. El kell bújni, hogy telefonálhass. Nem igen. engedik. Jó, de ebből nem lesz baj. Nem. Csak ha további kérdéseket teszek föl. Jó, azt viszont nem. Jani, milyenek a kérdések? Mert ugye extra hetünk van itt a Morning Show-ban. Végig Forma 1-es relikviákat, jegyeket lehet nyerni. Sima egyet, Supergoldot, Red Bull Racing relikviát, pólót. Hát a minimum az 2 darab 3 napos jegy. Ez a minimum, ezt az első jó válasz után kaphatod meg, abban az esetben, hogyha jól válaszolsz és megállsz. Igen. Természetesen mehetsz tovább és kockáztathatsz is. Akkor megállok. Igen, azért érdemes, persze az ember eljuthat egészen a Supergoldig, csak ha az nem sikerül, akkor viszont azt is bukod, amit ugye megszereztél. Tehát lehet, hogy most aztán ezen a héten tényleg érdemesebb inkább megállni és beérni az időzőjelesen kevesebbel, mint ráhajtani a Supergoldra, viszont elbukni, akkor nem tudunk semmit adni. Annál is inkább, mert nagyon komoly a tét, ugye, és azt nem ígérhetjük meg, hogy könnyű kérdések lesznek, nem kell szakértőnek lenni, de azért otthon kell lenni formai témakörben. Mehetünk? Igen, hát próbáljuk meg. Oké, így szól az első kérdés 2 darab 3 napos Forma 1 belépőért. Melyik pályán rendezték idén a német nagydíjat? Ne kapkodj. Két hete volt, ugye? Nem. Ez most volt, igen, most volt hétvégén, és felváltva szoktak a németeknél rendezni ezeket a futamokat. Így van. Vicces fiúk. Egyik évben itt, a másik évben ott áll. Nürnberg vagy Hockenheim. Na de melyik? Hú, hát ez most tippem lesz, mert tegnap a kisfiaimtól éppen nem tudtam nézni. Én tippelek az elsőre, a Nürnbergre. Nem, ez a Nürburgring. Egyébként nem, Nürnberg, sajnos Hockenheim igen. most. Igen. Jó, azért köszönöm. Hát sajnálom, Forma 1 rajongó lehetsz, gondolom, ugye? Igen. Az SMS-ed alapján. Igen, a gyerekeim miatt most nem tudtam nézni, mert hát most éppen nem úgy jött ki a lépés, és azért nem tudtam pontosan, pedig tudtam azt is, hogy ki nyerte meg, ki hanyadik lesz, úgyhogy csak pont a pályát nem tudtam most, hogy melyiken csinálták a német nagydíjat. Hát sajnáljuk, mert jó lett volna, mindig szeretünk adni, de ezt nem, ebben most szigorúak vagyunk. Ildi, ne haragudj, köszönjük. Jó, semmi. Ciao. Én köszönöm. Hello, Ildi, köszönjük, hello. 3, 2, 1, go! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát ez most nem sikerült. Beszéltünk egy ügyről, ugye, ami a Bulvárlapok címlapján volt ma reggel, és ugye az ügy az arról szólt, hogy ütötték, rúgták Benkőéket, és tegnap hajnalban egy tatai koncertről nem hazamentek, hanem kórházba mentek, mert állítólagosan őket véresre verte egy taxis. Egy ugye? Kéztörés, meg egy orrtörés lett a vége. Kéztörés, orrtörés, igen. Kipattant állítólagosan, ugye a Benkőék szerint ez a taxis a taxiból, és mindenféle kérdés nélkül az ártatlan Benkőéket megverte. Aha. Ugye ketten voltak ott a zenekarból, és sérüléseket szenvedtek, ki kellett hívni a mentőt, volt egy verekedés, azóta sem értik, hogy ez a dolog miért történt. Erről beszéltünk, valamint arról, hogy miért csinál ilyet egy taxis, egy és hogy mi oka van arra, hogy ha a diszpécsernek beszólnak, hogy az autó késik, mire a taxis odaér, mint tudja úgy felhúzni magát, hogy megverje a két ártatlan idősödő zenészt. Ugye ez az egyik oldal, az ügyben most az az érdekes, hogy írt nekünk SMS az a taxis, aki ott volt, és aki érintett az ügyben, személy szerint az az ember, ugye, aki kipattant a taxiból, és azt mondja, hogy van egy teljesen másik olvasata ennek a dolognak, amit viszont a bulvár újságok nem közöltek. Mert hogy a dolog nem ennyire egyszerű. És se újságnak, se tévének nem nyilatkozott még, viszont azt mondta, mivel hallott, hogy beszéltünk róla, hogy nagyon szívesen elmondaná, hogy miért tette, mi történt azon az estén, és egyébként mi vezetett odáig, hogy verekedés lett a dologból. Mert nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy azt a Benkőék állítják. Mi pedig pálcát törtünk fölötte, és a taxis társadalom fölött, mert hogy az olvasat, amit mi ismerünk, mondjuk abban az esetben tényleg azt jelentette volna. Hallgassuk meg, én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi történhetett, hogy igen, a taxisofőrt ugye kihallgatták, mint gyanúsította, súlyos testi sértés miatt eljárást indítottak ellene, és jelentkezett, hogy szeretné elmondani.
hogy mi történt valójában. Máluk igen, elége. Az úgy, abból a szempontból furcsa, hogy tényleg valaki kipattan, és ez csak megver két embert, de majd akkor most meghallgatjuk a másik oldalt is. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk, 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello! Hello! Hey, sziasztok! Jó reggelt! Most már élőben vagyunk? Igen. Nem? Megcsináltuk a képet. Tényleg, meg kell csinálnunk egyébként a képet. Igen, többen kérdeztek a nógrádi beszélgetésen, hogy ez nem ismétlés? Nem, ezt így sajnos nehéz lett volna, van egy apropója dolognak, meg kell csinálni. Így van, azért tűnhetett csak lappal. Ismétlésnek, mert a Gyuri mindig nagyon felkészül, nagyon. Mindig nagyon precíz, mindig nagyon pontos, és már egy kicsit úgy tűnik, mint a déjà vu érzés lenne az embernek, mert ugye mindig máskor. Nem mindig volt az árójel? Nem. Egyszer nem. Mi hiányzott az árójel? Igen, szerintem lehet, hogy még vonalban is van. Hát vagy legalább bezárta, vagy megnyitotta, vagy mi történt? Egyik nem voltak az... zárójelek. Nem voltak zárójelek. Igen. Na mindegy. M0-ás az 1-es kilométernél van egy kis dugó, de már tovább haladtak a balesetes autók, úgyhogy lassan oszlik a tömeg. SOS Ati küldte ezt nekünk. Az M7-es 41-es kilométerénél útépítési munkák miatt már 1 kilométeres a torlódás a Balaton felé. Tamás üzeni. Aztán Pápa és Tapolca főn a 83-as úton mérnek a szervek. Pufi 13 üzente ezt nekünk, Pufi 13-nak köszönjük szépen. Budapest alsó rakpart rendben van legalább, és a pesti, valamint a 82-es főúton Kardos rét előtt baleset van. Most kezdik a helyszínelést, félpályás zárvan emiatt. Nagadír küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, és ugye csak néhány mondat erejéig beszéltünk arról az ügyről, ami most az egyik bulvárlap címlapján van, hogy fura, valami nem stimmel ezzel az üggyel kapcsolatban. Ütötték, rúgták Benkőéket, akik ugye, hát azon meg a dobosával együtt ugye várták a taxit, és ma a bulvárlap, az egyik bulvárlap címlapon lehozta, hogy megverték őket, egyszer csak egy taxis kiszállt, és hogy ők teljesen ártatlanul hívtak egy taxit, vártak másfél órát. Amikor becsörögtek, és megpróbálták kérdőre vonni a diszpécsert, hogy hol a taxi, másfél órás várakozás után teljesen váratlanul kiugrott egy taxi sofőr, és elkezdte őket ütlegelni. Így van. És elolvasva ezt a történetet, az ember két dologra gondol, egyrészt, hogy ugye két szegény idős embert megveri nem nagy kunst, de hogy mégis ezzel az egész ugye valami nem stimmel, mert azért ez egy fura. Nem? Hogy egyszer csak valaki kipattan és hülyére ver két idős ember. Volt véleményük a dologról, nyilvánvalóan azokból az információkból kiindulva, amiket az újságban olvastunk mi is. Igen. Beszéltünk erről, és aztán jelentkezett egy taxis, aki elmondta, hogy ő ott volt, és látta, hogy mi történt, sőt, mi több, aztán ez a beszélgetés eljutott azon sofőrhöz, aki kipattant a kocsiból, és ugye verekedni aki kezdett. Állítólag elkövette ezt a testisértést. Igen. És jelentkezett, hogy szeretne nálunk megszólalni. Úgyhogy, hát vagy meghallgatjuk a másik oldalt, még sehol nem nyilatkozott, sem híradónak, sem bulvárlapnak, ugye mindenki csak az egyik oldalát ismeri ennek a történetnek. Két ártatlan idős embert megvert egy taxis. Ugye? Ezt legalábbis én elolvasom ezt a cikket, hát igen, erről szól. És tökre örülök neki egyébként, hogy az illető betelefonált, mert mindjárt kiderül akkor, hogy, hogy az egyik oldalról legalábbis mi az igazság. És vélelmezheted is, hogy ezek szerint nincs vaj a füle mögött. Tudod, mert hogyha egyébként ez így történt volna, hogy az újságírja, akkor lehet, hogy nem telefonálna be. Igen. Ugye? Tehát lehet, hogy akkor Benkőik csak elestek, és olyan szerencsétlenül hát ütötték be az orrukat, illetve a kicsit több lehetett, igen. Nem, de... Zoli, az érintett taxi is itt van a vonalban. Zoltán, jó reggelt, hello! Hallasz minket, Zoli? Hello! Üdvözöllek, sziasztok! Jó reggelt, hello! A HVG szerint te őrizetben vagy? Hát akkor a HVG jelen pillanatban nem jól tudja. Ja jó, mert hát a őrizetben van az Omega zenészét szétverő taxis. Ezt látom, ez azt mondja, hogy 7:30-kor. Megszöktél? Kint vagy? Hát szabadlábon vagyok, igen. Nem is voltam őrizetben. Nem voltál őrizetben. Na, kezdjük az elején, ugye akkor jól értelmeztük, tehát az az ember vagy, aki kipattant, tehát rólad szól a cikk, nem egy szemtanú, nem egy másik taxis, ugye? Így van, így van. Tehát állítólag te verted meg a művészeket. Így igaz. Na, hogy becsörögtél, vagy hogy jelezted, hogy szeretnél velünk beszélni? Megmondom nektek őszintén, tehát elolvastam én is itt a bulvárlapokat, és az a része idegesített úgymond föl, hogy hát ők nem értik, hogy mi történt. Nem értik, hogy a taxis miért bántott őket, miért pattant ki autóból, és stb. Stb. Amiket lehetett olvasni az újságba. És én ezt szeretném megolvasztani mind veletek, mind a hallgatókkal, hogy igazándiból a taxis az nem egy állatfajta, aki kiugrál az autóból és veri az utasokat, főleg nem hírességeket, hanem ennek azért oka volt. Amikor a híretek sokszor nem jó, ugye, de nyilván az ember már érez egyfajta prekoncepciót, az, hogy a taxis, aha, ugye? Na, de akkor nézzük az elejétől kezdve, hogy te meg tudtad, vagy te mikor tudtad meg, vagy hogy tudtad meg, hogy őket kell vinni, egyáltalán tudtad-e? Vagy mi történt? Én a központról kaptam egy címet, igazándiból ezt a címet megközelítőleg 2 perc alatt értem el,
és mikor is megálltam az utasok mellett, ugye a bevált trend az az, hogy vagy telefonszámot, vagy nevet egyeztetünk, mert ellenkező esetben, ugye, ha rossz utast viszek el, akkor súlyos szankciók vannak a cég felől. Na most mi van, hogy én meg akartam kérdezni tőlük, hogy hát ők az adott illetők, már az úriember az úgy hajolt be az ablakon, hogy elég obszén mondatokkal illetett. Ki volt ő? Ő a Benkő úr. A Benkő volt. Így van. És közölte, hogy igazándiból neki nem kell taxi, ezt eléggé fűszerezte, hogy milyen formában nem kell neki taxi, és hogy menjek el innen, mert nagyon porú járok, így járok, úgy járok, amúgy járok. De ők azt nyilatkozták, hogy másfél órát vártak, amikor ők betelefonáltak, hogy hol van az autó. Én 20 percről tudok, tehát nekem ott a helyszínen 20 percet mondtak. Igazándiból ezt a része nekem se világos. Tehát én a... Te megkaptad és mentél. Így van, a közelben lévő szórakozóhelynél voltam, ahonnan megközelítőleg az a sarok, ahol ők voltak, kb. 2 percre van. Tehát nem értettem ezt a 20 perces felállást. Uh-huh. Nőbi, megérkeztél a Bekőbe, hajolt az autóba? Így van, a jobb oldali ülésnél behajolt az autóba, és elkezdett kiabálni végül. De mit mondott? Vagy milyen stílusban mondta? Mondhatod, jó, tehát most a nagyon rondákat majd kifütyüljük, de hogy körülbelül, tehát elzavart, hogy menjél innen az anyádba, vagy mit képzelsz? Vagy... Hát szó szerint igen, csak ezt még durvábban. Így van, tehát ilyen szavakkal illetett. Mi volt a problémája neki, bocsánat? Tehát, hogy ez az... a 20 perc. Ja, hogy a 20 percet várt. Aha. Így van. Józan volt? Részeg volt? Mit láttál rajta? Teljes mértékben részeg volt. Részeg volt. Így van. És erre szálltál ki az autóból? Vagy inzultál téged? Nem, megütött? Nem. Vagy mi történt? Hát ugye a következő folyamat az, hogyha én elhagyom a helyszínt, vagy nem akarom elvinni az utast, akkor ezt jeleznem kell a diszpécser felém. Ez meg is történt, és én közöltem a diszpecser, hogy őket sehol nem szeretném elvinni, mert nem olyan hangnemben beszélnek velem, ahogy. Mire föl a diszpecser is engedett. Na most ezt ugye végighallgatta a Benkő úr is, és közben átjött az autónak a jobb oldalára, ahol is folytatta a trágár beszédet, és közölte, hogy így megbánom, úgy megbánom, és ki akarta nyitni az autót. Tehát ki akart téged szedni? Így van. Vagy így be akart ülni mellé, tehát ki akarta nyitni az ajtót. Aha. Ki akarta nyitni az ajtómat, és ő megmutatja, hogy erős és nagyon nagy rocker. Ez igazából nem sikerült neki, ugye, mert az autónak a felépítése az olyan, hogy a centrál az automatikusan ugye lezár, nem tudta kinyitni az ajtót, viszont az ablakom az nyitva volt, és beütött az autón. Tehát ő ütött először? Így van. Aha, tehát átnyúlt az anyós ülés fölött, és próbált téged elérni, vagy megütni. Hát mondom még egyszer, hogy átjött az én oldalamra, közben, amíg én az diszpecserrel beszéltem. Aha. És az én ablakomon, tehát a vezető oldali ülésen beütött az autóban. De mi, ököllel, vagy nyakon vágott, vagy itt taslit, vagy mi? Végülis ilyen fonákosan, tehát nem ököllel, de ilyen fonákosan arcon vágott. Aha. Hát azért ez nem ugyanaz, mint ami a cikkben van. Teljes mértékben nem ugyanaz. Hát ez én elolvastam már ezt a Blikk cikket, hát azért ez nagyon nem ugyanaz. Tehát gyakorlatilag a Benkő úr téged részegen megtámadott. Ez így van. Aha. Erre te kiszálltál a kocsiból? Erre én kiszálltam az autóból, akkor ez most miért és hogyan és a többi. Tehát igazándiból még nekem akkor mindig nem volt módonban az, hogy én most ezeket megverem, mert nem. Tehát láttam rajta idősebbek, nem. De akkor mind a ketten nekem jöttek. Ugye, mert ott volt a zenekar dobosa is, állítólag. Így van, ugye? így van. És akkor ő is neked esett? Így van. Aha. Tehát az a rendőrség jelentésben ugye le van írva, hogy milyen módon és miképpen, de mind a ketten nekem estek, és ebből adódott a verekedés. Két idős részeg ember elkezdett egy ütlegelni, vagy ezt szerinted részeg így mondom, ugye? Hát most de a másik oldalt halljuk. Így van. Figyelj, miért nem hagytad ott őket a francba? Megtehettem volna, nem tudom. Tehát így utólag belegondolva nem tudom. Én szerintem ez egy jó példa arra, hogyha ezt az ügyet végigviszem, és ennek valamilyen fennhangja van. Tehát azért itt a sajtóban nagyon kevés jelenik meg arról, hogy a taxis támadás, tehát mondjuk havonta egy. Ez éjszaka több van, egy éjszaka alatt. Tehát, hogyha ezt végigvisszük, tehát hogyha most a Benkőék úrnak igaza van, és azt mondom, hogy ezt békén hagyom ezt a dolgot, akkor lehet, hogy holnap megcsinálja a Józsival, a Pistivel, mert neki szabad. Én úgy érzem, hogy nem. Tehát mi is emberek vagyunk, elég nehezen keresjük a pénzünket. Én úgy érzem, hogy ezt ne csinálják meg senkivel. De most ebben az eljárásban te vagy a gyanúsított, ha jól értem, nem? Igen, hát estére én lettem a gyanúsított, ugyanis ugye amikor az ominózus eset történt, akkor ugye a rendőrök megkértek, hogy menjek be, bementem a 11. kerületi kapitányságra, ott felvettek egy jegyzőkönyvet, mint tanú. Majd este 9:30 magasságában csörgött a telefonom a 11. kerületi kapitányságról, és mondták, hogy menjek be, mint vádlott, és szintén föl szeretnének lenni a jegyzőkönyvet, ugyanis hát ugye őket is kihallgatták, és ezáltal vádlott lettem. Na de hát az megvan a diszpécsernél az a beszélgetés, az hogy egyik fel ők az igaz. Hogy hívták a taxit, tehát az már visszahallgatható, hogyha mondjuk ők
olyan stílusba hívták. Te tudod, te, vagy te beszéltél a diszpécserre? Nyilván elmondta neked, hogy ott már van egy hangfelvétel, hogy ők hogy hívták a taxit. Természetesen, ez már igazándiból a birtokomban is van ez a hangfelvétel. És ott de milyen állapotban voltak? Csak azért kérdezem, hogy arra mit tudsz? Hát azt, amit elmondtam. Tehát a diszpécserrel is, aki igazándiból egy hölgy volt, úgy beszéltek, mint a kutyájukkal. Tehát... Sérzegettél? Nem olyan szép ez a sztori, mint ahogy le van írva az újságban. Na azért kérdezem ezeket a konkrétumokat, hogy ugye megértsük a dolgot. Igen, az egyik fele az bizonyított, mivel hogy ott van az ugye, hogy mikor kérték, mennyi dollárt értél ki, illetve az, hogy te jelezted a diszpécser felé, a beszélgetés az bekérhető, hogy nem akarok elvinni. Igen, tehát az egyik fele az bizonyított, igen. Viszont a másik fele, abból lehet esetleg neked problémád. Azt látta valaki, hogy te szóváltásba keveredtél velük? Vagy volt ott valamilyen másik szemtanú, aki... Meg, hogy ők ütöttek először? Meg, hogy ők ütöttek először? Fontos. Na most ezt konkrétan nem látták. Viszont vannak olyan fejlemények az ügyben, mi szerint az ő állításuk szerint ugye én a Benk úrat háromszor ütöttem meg. Én a Benk úrat kétszer ütöttem meg, miután kétszer támadott meg. A harmadik ütés az nem tőlem származik. Tehát az esetben, amit például sehol nem említenek meg, egy civil autós is beszállt, aki az én segítségemre igazándiból kiszállt az autóból, és kérdezte, hogy mi a probléma. És mondtam, hogy megtámadtak, mire a Benk neki is neki ment. Aha. És ez a fiatal, ez a civil fiatal ember is igazándiból leütötte. Aha. És ő neked jött segíteni. Így van, így van. Aztán két hölgy ismerősével voltak, beisültek az autóba és elmentek, tehát gondolom nem szerettek volna ebből konfliktust. De Benkő úr ezt továbbra is tudja fokozni, tehát igazándiból, mikor megjöttek a taxis kollégáim és a rendőrök, és már ugyan a helyszínen is zajlott, ott a rendőrök jelenlétébe akart neki menni az etikás kollégának. Mondjuk ez a másik úriember azért elég jó fej, hogy kiszáll, megkérdezi, mi van, gyorsan leüti az egyiket, aztán visszaszáll az autóba és elmegy. Tehát, hogy akkor minimum az lett volna, hogy ott marad, és mondjuk bizonyítja azt az állítást. Én kevésbé érzem ebben a történetben hibásnak. Igen, értem, csak hogy mit csak mondasz, hogy... de hogy azért itt van, aki erősebb vétket követel. Ebben igazad hogy... van, viszont most ugye van itt egy állításunk a taxis részéről, aki állítólag elkövető, és ezt az állítást ő nem tudja alátámasztani, csak a saját vallomásával. Persze, még jelentkezhet, persze, hát ez ebben nem maradott, a kihallgatás ide megy, oda megy, tehát segített, aztán tovább ment. Persze, nem kötelessége, de effektív helyszínen maradni. Beidézhetik őt később, vagy ő, ha hallja ezt a beszélgetést, hát, megjelenhet, mint szemtanú. Én azért nem tartom hívásnak, hogy ő neki után még ott két órát kellett volna várakozni, és végigcsinálni egy rendőrségi nyomozást. Szerintem tök jó, hogy kiszállt és segített. Hát tehát, csak után... jól lenne persze, hogyha jelentkezne majd, és alátámasztanám mondjuk itt a hát a gyanúsítónak az állítása. Szerint azért inkább a Benkőik viselkedése megdöbbentő. Igen, csak nem? A Benkőik ezt fel fog hívni, és tudom, mit fognak mondani. Pont az ellenkezőjét. Aha. Na jó, de hát utána kik szedtek szét benneteket, vagy mi történt? Igazándiból ugye odaértek a taxis kollégák, ugye akit segítséget kértem, mert tehát ugye az UNH-n folyamatosan ez felvételre került, mert én az diszpécserre kommunikáltam, és amikor ő ugye beütött az autóba, akkor én mondtam a diszpécsernek, hogy megtámadtak. És akkor felhívta a rendőrséget, ugye és kollégákat küldött a helyszínre. Aha. És ugye amikor már megérkeztek a kollégák, akkor már igazándiból ott érezték, hogy nem annyira kellene nekik szerepelniük. Uh-huh. Tehát még mondom, tehát akkor se igazán, mert az etikás kollégának is neki akartak menni. Hát ez így azért más, mint amit az ember olvas. Hát lényegesen. Ez így lényegesen. Hát ez a te olvasatod. Hát ugye az a te olvasatod nyilván, hát most persze, ha próbáljuk a Benkőt folyamatosan elérni, akkor nyilván ő megint mást fog mondani, de hogy azért ennek a dolognak van egy másik olvasata is, ami azért nem ugyanaz, mint ami megjelent a bulvár sajtóban. De akkor te most mész a rendőrségre, vagy egy ideig ott leszel ezzel, most egy pár hónapig azért el leszel, gondolom. Hát, nem rövid egy ilyen eljárás. Ilyenkor egyébként lehet dolgoznod taxisként? Persze, továbbra is dolgozok taxisként. Igazándiból én úgy érzem, tehát meg a központ is, a taxitársaság úgy érzi, hogy nem én hibáztam, tehát én az eljárásnak megfelelően jártam el. Na most abból, hogy ebből az eseményből ez lett, az csak egy mellékjárója, úgymond. De tehát én azt csináltam, amit kell. Aha. Most már gondolom ezt a készítén, hogy tehát ugye itt taxis szemmel én azt nem tudom felmérni, mert ugye itt a bulvár arról se szól, hogy itt négy emberről beszélgetünk, nem a ők kettőjükről. Tehát amikor négy ember körbeveszi az autót éjszaka, és elkezd üvölteni, és stb. Én nem tudom azt mérlegelni, hogy ő most idős, öreg, omega gitáros, tehát... Már hogy érted, a négy embert nem ketten voltak, vagy a négy nem, zenész? Nem a négy zenész volt, a kettő zenész volt, ugye a Benkő meg a
Debrecen. A dobos, igen. Így van. És volt velük egy hölgy, meg volt velük egy fiatal ember. Ja, értem. Tehát négyen voltak. Aha, és akkor kiabálás, veszekedés, lögdösödés, igen, ott írt, aha, tehát azért ott nem tud az ember mindig józan viselkedni. És ezért fontos, hogy az első pofon te kaptad. A te oldaladról, hogy nyilván véleményed szerint, ugye? Hát ez most azért mondom, hogy nem... Tehát ez jogi szempontból is fontos, igen, meg én az önérzetemet, tehát azért is hívtalak föl titeket, hogy ez azért nem úgy van, hogy én most kiugrottam az autóból, és megvertem a két dobozt, mert nem. Fura volt, erről mi beszéltünk, hogy nem értem az előzményeket, tehát hogy elolvasva ezt a cikket, egy órája mi erről beszéltünk, hogy megérkezik a taxis, elvileg a diszpécserrel üvöltözik az, aki üvöltözik, de a taxis ebből nem érez semmit, csak megérkezik a címre, és kiszáll, ez jó, megver két embert. Tehát olyan fura volt, egy órája is mondtuk, hogy itt valami nem oké, de nem tudtuk, igen, hogy mi, csak olyan fura volt az egész történet. Jó van, hát köszönjük szépen, hogy betelefonáltál. Mi egyébként a beszélgetés alatt folyamatosan próbáljuk a Benkőt elérni, hogy hát ha megszólal, most integet a Laci, hogy nyilatkozik a Benkő. De csak külön? Csak külön. Nem akar veled beszélni. Na, de hallgass végig. Jó, rendben. Mert igazából azt szerettük volna, hogy összetesszünk benneteket, az lett volna jó. Csak... Ebben partner vagyok igazándiból. Tehát te partner lennél. Neked nincs mitől félned, hogy nincs itt akargatni. Ha nem, csak kapom az információt, hogy a Benkő nem akar. Jó, oké, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Munkát neked, ciao, köszönjük, hello. Hello. Na, hát akkor kicsit árnyaltabb a sztori. Illetve, hogy ez megint egy jó olvasat a dolognak. Mondjuk az is ezért megérényesít, hogy ugye a bulvársajtó megint lehozott valamit, valahogy. Hát nyilván nem a taxis hívta őket, hanem a Benkőjék, akkor azt az oldalt meghallgatta, nyilván meg kellett volna hallgatni ezt az oldalt is. Jó. Mindeneset itt egyetlen dolog van rögzítve, illetve ez a néhány dolog, amiről a diszpécser is tud majd mondani valamit, meg hogyha van ott egy bizonyító erői felvétel, akkor azt már elhiheti az ember, mert hogy ott van. Rögzítve. Hát megint a térfigyelő kamera, ha van, esetleg az segíthet. Nyilván a beszámolók, ha ez az ember jelentkezik, aki még ott megállt. A másik taxis, tehát több olvasatú lesz a dolog, azért nem lesz ennek olyan egyszerűen vége. Nyilatkozik a Benkő is nekünk? Gyerekek, nagyon népszerűek vagyunk. Benkő László itt van velünk. Halló, jó reggelt, hello. Igen, én vagyok. Jó reggelt, hello. Te hallgattad ezt a beszélgetést? Hát csak a végét hallottam, nem tudom ki az. Aha, hát a taxisofőr. A taxisofőr. Akivel... Aki megvert benneteket. Aki megvert benneteket, állításod szerint, ugye? Hát igen. Persze, hát mind a kettőnket nagyon vágott a szószoros értelemben. Igen. Miért nem akartál vele beszélni? Szerettük volna benneteket összerakni, hogy meghallgassuk. Ne, hát ilyen ember nem lehet beszélgetni. Hát ennek nagyon komoly következményei lesznek. Hát föl se fogja. Aha. Föl se fogja a csávó, hogy mit csinál. Hát te gondolj bele, hogy... ráadásul ott van az az angol fiú, aki nem értett semmit, ugye? Mert másfél órával előtte Tatán egy egész kivételes előadást tartottunk, és ezt Londonból jött velünk énekelni, ugye? Uh-huh. És mellette ott volt az a kislány, aki szerencsére, aki szét akart bennünket választani, ha azt megüti, akkor az ott mindjárt helyben meghal. Aha. Jó, szerintem talán nem menjünk ennyire messzire, mert nem ütötte meg. Oké, nem mondom neked, hogy ő mit mondott, mert akkor ezek szerint ezt a beszélgetést nem hallottad. Nem hallottad. Na, hát ő elmondta, hogy ti ketten egyébként, akik hívtátok a taxit, vállalhatatlan stílusban hívtátok a taxit, részegek voltatok. A diszpécserrel ez a beszélgetés egyébként megvan, hogy ti milyen hangnemben, milyen módon beszéltetek a diszpécserrel, majd hívtátok újra, hogy a taxi késik, és amikor a taxis megérkezett, akkor ő jelezte, hogy nem szeretne benneteket elvinni, mire te megkerülted az autót, és némi szóváltás után beütöttél a taxiba. És hogy ő erre szállt ki az autóból. És hát aztán hazug, így indult. Hát minden hazugság. Minden hazugság. Tehát a diszpécsernél nincs egy ilyen beszélgetés, amivel ezt rögzítették? Olyan bezsék, hogy nem tudom, hogy hányszor reklamáltunk, hogy itt állunk már mióta, mert nem mi rendeltük a taxit, hanem ott a helyszínen, ahol ugye, ahova megérkezett a kocsi velünk, és mondtuk, hogy rendeljenek ott a portáló, vagy nem tudom honnan egy taxit. Kezdjük a legelején, ő azt állítja, hogy ti ittasak voltatok. Igaz ez? Nem igaz. Nem igaz. Miért lettünk volna? Én csak kérdezem. Azért, mert ő mondja. Hát mit mondod még? Hogy részegek voltatok. És hogy persze. Mondjuk, hogyha neketek ugye mindenféle sérülésetek támadt ebből a dologból, kéztörés, orrtörés, ilyesmikről lehet, utána ti nyilván bementetek mondjuk a baleseti sebészetre, vagy bevittek benneteket, ugye, és akkor ott ellátták a sebeiteket. Hát hogy nem? Hát akkor ott hát az nyilván alá tudják támasztani, hogy ittasak voltatok, vagy sem. Tehát, hogy az
Ott igen, arról papír van, ott vérvétel is biztos, hogy volt. Miért mondhatja a taxis, hogy a diszpécserrel van egy olyan beszélgetés, ahol már hallatszik, hogy milyen hangnemben kértétek a taxit? És nem, azt kértük, hogy van ez az egész. Úgy, hogy azt mondják a diszpécserek, hogy jön mindjárt. Majd még egyszer telefonálunk, majd harmadszor telefonálunk, és kérjük, hogy 25 percre itt állunk, hol van a taxi, majd jön. Majd egyszer csak durván fél óra múltán megérkezik egy taxi, leblokkol a ciki mellett. Először is nem én voltam, aki először beszéltem vele, hanem a ciki. És azt mondta a ciki, közben állam volt a telefonja, mert mondtam, hogy most akkor megérkezett, leteszem, mindjárt. És azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem kérjük a kocsit. Köszönjük szépen, nem kérjük a kocsit. Köszönjük szépen, nem kérjük a kocsit. Majd utána a cikibe, ahogy így behajolt az ablakhoz, nem én, hanem ő, azt mondja, csávó, azt mondja, mi van, buzi? Mi kell neked? Puff, és abban a pillanatban ütött. Tehát te nem kerülted meg az autót, és te nem ütöttél be az autón, vagy az autó ablakán. Hát én ütöttem volna be? Hát én mögötte álltam, az egészben azóta ízé, hogy leküldte a cikit, akinek ugye eltörte az orrát, hát erről ambuláns lap van. Hát ez rendes, röntgen van, meg CT van, meg minden az égvilágon. Hát lehet hazudozni keresztbe hosszába. Jó, hát most a ti oldalatokat kérdezzük. Egy dologra hadd kérdezzek rá. Igen? Azt mondta te, hogy nem ti hívtátok a taxit, hanem a szórakozó helyről hívták. Nem szórakozó hely, ez nem szórakozó hely, ez egy telephely, ahol a hazajövünk előadás után, aha, és onnan mindenki megy jó, haza. Jó, akkor telephelyről hívták a taxit, ugye? Igen. És utána ti már mobilon, a sajátotokon hívtátok ugyanazt a taxis céget? Hát valószínű, hogy ez lehet nem az én telefonomról, hanem a ciki reklamát, hogy mi lesz. Mert ezt mindannyian tudjuk, hogyha nem várjuk meg, mert jöttek ott, mentek taxik, de ha mi nem várjuk meg a rendelt taxit, azt te is tudod, hogy, ezért, hogy abban a pillanatban büntetést kell fizetnünk. Tehát ezért mondtuk, hogy megvárjuk, de köszönjük szépen, nem kell. Erre mondta azt a második, harmadik ilyen, hogy köszönjük szépen, nem kell. Mi van, buzi? Puff, és azonnal ütött. És akkor ütött még egyszer, a cikit leküldte a padlóra kétszer is, és akkor rohantam oda, és fejeztem be a beszélgetést, hogy az ajtót rányomjam, hogy ne tudjon többet ütni. Aztán igen, mert ő pedig azt mondta, hogy te fel akartad tépni az ajtót, tehát pont ellenkezőleg. Hát nem, miért mondaná igazat? Hát azt azért ne feltételezzük egyből, hogy hazudik, nyilván két ellentmondó állítás találkozik, ez inkább így hát a tiszta. Hát nem így van. Nem, mert nekünk van ott még kettő tanunk, ennek meg semmi, mert aztán utána pillanatokon belül ugye ezek nagyon jól tudják, azonnal hívják az összes kollégát. Hát neki egy fontos, igen, tanulja lehet maga a diszpécser, hogy ti milyen hangnemben, hogy beszéltetek a diszpécserrel, ezeket a beszélgetéseket rögzítik, és ezt elég gyorsan vissza fogja hallgatni a rendőrség, ott már azért nyilván sok minden kiderülhet majd, hogy biztos, milyen hangnemben volt ez a betelefonálás, a vagy hogy ki hogy beszélt a diszpécserrel. Igen. A taxisrác az azt mondta, hogy később bekapcsolódott egy ismeretlen civilember, és aki nem taxis volt, csak megállt, hogy úgymond segítsen. A taxisnak. A taxisnak. És ő volt az, igen, aki a cikit megütötte. Na jó. Hát azért ez már így sok önmagába éve. Jó, mi csak a másik oldalt tudjuk mondani, ugye nem voltunk ott az esetén, de a taxis ezt mesélte, hogy volt még egy ember, aki ott megállt közben, és segített neki. Tehát szerinted meg nem volt ilyen ember? Hát semmi, voltak ott emberek, mert mondom, azonnal riasztotta a többieket, csak amikor a többiek megjöttek, és látták, hogy mi folyik itt, jobbnak látták eltűnni, ott hagyni ezt. Aha. És tényleg maradt mellette egy vagy kettő ember, de ott álltak össze, nem történt semmi. Csak ez agyonvágott minden. Hát nem is tudja, hogy mivel. Ó, hát föl se fogja. Na, ellagad. Na jó. Meghallgattuk a másik oldalt, és nyilván igazságot nem tudunk tenni, csak érdekes két totálisan egymásnak ellentmondó állítást találkozik, hát majd olvassuk a lapokat. Igen, ezt, de könyörgöm, ez közszolgálat, a taxi, ez nem, nem az, hogy szívességet tesz, ezért fizetünk, ha fizetünk, még akkor is, hogyha egy fél órát vagy akármennyit jön. Nem, hát ez nem úgy van.
Ezt mi értjük, csak van két állítás egyik oldalról, és meg a másik oldalról, és egymásnak abszolút ellentmondó, tehát hogyha valamelyikötök, nem tudom, fából faragott bábul lenne, már nőne az óra. Igen. Ja, igen. A rendőrség meg kiderítja az a dolga, mi meg meghallgattunk benneteket. Ja. Igen. Köszönjük szépen, hogy becsörögtél, vagy hogy beszéltél velünk. Meglátjuk, olvassuk, hogy mi a helyzet. Okay. Jó? Köszönjük szépen Benkő Lászlónak. Köszi, ciao, hello. Kérdeztük meg, hogy mikor lesz Omega koncert, hogy tudnak-e játszani. Hát egyik kéz a levegőben, másik dolgozik. Gyerekek, én inkább a taxisnak hiszek. Jelen esetben én most a taxisnak hiszek. Mm. Mindenkinek van egy érzete a beszélgetés kapcsán, nem? Igen, meg ugyanakkor ott most van a látlevet. Ide vagy oda áll, tehát, vagy ezt vagy azt gondolja. Én most jelen pillanatban inkább hiszek a taxisnak. Hogy itt volt röntgen, volt CT, volt vérvétel, volt elsősegély, minden, tehát hogy nyilván ott arról az oldalról lesz egy bizonyíték erejű. Mm. Igen. Dolog, meg ugyanakkor ott van a diszpécsernek a felvétele. Tehát, hogy amik fixek, azok ezek. Igen. Na jó, jó, hogy megszólalt. A 9:30 múlt pontosan 8 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ide egy hallgatónk, hogy Marci, egészen pontosan, a taxisztársaság rendelkezik ezekkel a felvételekkel, és tisztában van a sofőr áldozati szerepével, akkor nincs gond, hiszen dolgozhat tovább. Ha nem lennének benne biztosak, azonnali hatállyal kirúgták volna, a rendőrség se tartotta bent. Tehát azért ezek mindig inkább arra lejtenek, de hát meghallgatjuk majd ennek az ügynek a folytatását. Meg hát nem is csak idézőjelben csak a meló miatt, hogy most tud-e tovább dolgozni, vagy tud-e az eljárás ideje alatt dolgozni. Nem csak erről van szó, hanem hogy azok a felvételek alátámasztják-e az ő állítását. Igen. Ezért nagyon fontosak azok a felvételek, mint ahogy egyébként a baleseti sebészeten a vérvételnek az eredménye is. Igen. Figyelj, egyébként meg azért van benne Kraft. 70 évesen a barátoddal még beregszel egy taxissal, azért abban is van mit mesélni az unokáknak. Nem? Hát? Van benne lendület. Akkor a koncert volt, apám, na de utána! Van bennük még lendület. Hát azért érted. Hát most mitől volt nemrégiben egy ilyen eset, hogy a Brad Pittnek bemosott valaki csak így balhéból, aztán ő sem vacakolt sokat, megfogta a csávot, behúzta is. De Ukrajna. Igen. Ukrajna, hát, filmben mutatom volt. Igen. Érted. Hogyha Axel Rose csinál ilyet, mindenki tapsol feláll, hogy hey. Érted? Igen, Brad azonnal visszaütött. Uh-huh. Azonnal, tök igaza van. Persze. Na jó, van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk a mai napon. Fölhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, ugye? Hát Nógrádi Györgyöt, remek dolgokat mondott nekünk, ugye a malájgép kapcsán próbált rávilágítani különböző olyan összefüggésekre, amiről az ember talán egy kicsit kevesebbet tudhat. Plusz beszéltünk a mi légirányítónkkal is, Bakos Józseffel, aki elmondta, hogy hogy zajlik egy ilyen radarról eltűnés, meg egyáltalán hogy lehet az, hogy polgári gépek háborús övezetek fölött repülnek, ez is egy érdekes dolog. Nyilván a katasztrófa után azonnal módosították a legtöbb gép útvonalát. Valamint ugye Feri mesélt Máltai élményéről, és megpróbáltuk megfejteni, hogy milyen a tipikus magyar, aki külföldre megy, mert hogy szeretjük, nem szeretjük, beismerjük, nem ismerjük be, bizony, ha a magyar külföldre megy, annak sokszor tipikus jelei vannak, vagy azért, mert úgy beszél a párjával, vagy azért, mert föllopja az ételt a szobába, vagy azért, mert leviszi a strandra a croissant, és ott veszi meg egy fasírozott a zsömlével. Mi magyarok tipikusan tudunk nyaralni, és megismerhetőek vagyunk bárhol. Illetve lehet mondani, hogy Feri belenézett egy kristálygömbben, látta a jövőket. És ezt próbáltam, hogy mit csináljak, hogy ne ilyen legyen. Igen, igen, erről beszélgetünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggel. Szevasztatok! Hát mennyire hiányoztatok ti nekem? Hát érezzük a hangot. Minden napig körbenéztél, hogy Pali, Jani, hol vagy? Na, milyen volt? A pihenés. Jó volt, megbeszéltük, hogy mindig jobb a hosszabb. Így van, és még sose tudtunk hosszabbra menni. Igen, de most újra egy hetet voltunk, úgyhogy... És Jani, te is külföldre utaztál, vagy hol? Nem, én itthon voltam. Lőrincen voltam. Figyelj, überelhetetlen lett volna az élmény tömeg, amit például Balázs is átélt. Például a hátára vett egy autót, majd megmutatja neked a fotó. Nem egy egyszerű mutatvány, nem tudja mindenki mit. Igen. Hát mi mind a hárman egyszer nem adjuk ott az országot. Mindig marad valaki, őrizzük, nézzük, hallgatjuk a rád. Egyszer áll, valahogy mindig a Jani az. Hát, ő szeret, hát itt ő akar maradni. Nem mehetünk el, hagyhatjuk el egyszer az országot. Te voltál? Nem, én majd augusztusban. Már úgy értem, hogy voltál adásban? Tehát, vagy ja, adásban voltam. Adásban voltál. Dolgoztam. Igen. Jól van. Hát rengeteget játszottunk, ugye 2 héten keresztül a Forma 1-es jegyekért, és ha jól tudom, akkor ti még ezen a héten. Nálunk a hármasugrás kérdések, azok gyakorlatilag ezen a héten végig a Forma 1-hez kapcsolódnak, és nagyon-nagyon komoly nyereményeink van. És végre kicsit izgalmas lett ez a hármasugrás, vagy izgalmasabb.
Mi van? Ja, nem hát azért nem számodra, Csabi, azért nem volt eddig izgalmas a hármasugrás, mert ez egy tudás alapú. Igen. Igen. Illetve nem engedtük be soha a rokonaidat. Akiket mindig nagyon nyomtál, hogy nyerjenek ők is valamit. Na, hívjuk a rap hallgatóját gyorsan. Nem. Utolsót? Hm? Jó. Oké, annyit írt egyébként, hogy igaza van a taxisnak, Szörényi Levent. Most szellemes. Szellemes. Miért kell őket bántani? Szellemes. Kíváncsi az ügy folytatására, ki mit nyilatkozik még, igen. Nyilván a taxistársaság is majd megpróbálja akkor viszont megvédeni a saját alkalmazottját, ha nekik van igazuk, és előbb-utóbb megjelentetik azt a felvételt. Vagy pedig a rendőrség lenyilatkozza, hogy hallottuk a felvételt, nem minden úgy van. Megnézzük a folytatást. Holnap lenyomhatnánk egy jó omegát. 8 után például. Nagyon jó. Ma te egy gyöngy... Jó, mint a szemét vagy. Csavikám, remek zenéid lesznek? Képzeljétek el, a világ premierrel egy időben, nagyjából kevesebb, mint egy óra múlva, az ír, világhírű The Script zenekarnak a negyedik lemezéről, a No Sound Without Silence-ről. Hát mondom még egyszer, a világ premierrel egy időben. Ők se tudják még, fél óra múlva tudják meg a hírt. Most írják majd a most dalt. Tőlem meg tudják. Lejátszunk egy vadonatúj dalt, az a címe, hogy Superheroes. Atya Isten, ők már tudják, hogy van 4 albumuk? Vagy képzeled el, csak egyetlen szóval egy adatot mondok, hogy legális legyen az egész a számotokra is. Van nekik ez a Hall of Fame című daluk, egy korábbi siker, amit a Will.i.am-mel közösen készítettek. 133 millióan töltötték. De jó, jó. Jó. Ha. Na, hát ezért mondtam rá is, hogy világhírűek. Aha. Atya Isten. Hát Hall of Fame. Igen, de most az új dalra koncentrálunk, ami Superheroes. Atya Isten. Hát ezt meghallgatjuk. Hát jó lesz. Minden megvan Will.i.am-től. De ez a Script egyébként egyetlen egy dalt készített a világomtól. A Script az egy ilyen alternatív rock zenekar, tehát ezt ajánlom a figyelmetekbe, gitár is van benne, Feri. Nagyon jó. És jó. Nagyon jó, nem is tudtam, hogy még zenél a Sweet. Na. Meghallgatjuk. Csabi jön a kiválság műsorán. Próbálom én itt az egészet felhúzni, de hát te minden megtetted. Te a részedet megtetted. Köszönöm, hogy megtehettem. Te ki vagy pipálva. Te feldiszkoztad keményen. Így van. 555-55-00, ez a telefonszám, itt lehet Csabitól dalt kérni. Jövünk holnap akkor. Szevasztok! Sziasztok!